Egy fontos és jó hírrel kezdem. Ugyancsak szeptemberre időzítettük, de a saját rekordunkat is megdöntve, önök sokkal gyorsabban iratkoznak fel hozzánk a Friderikus Podcast csatornájára, mind a youtube.com-on, mind a Facebookon. Így nagy valószínűséggel már júniusra meg lesz az 500 ezredik feliratkozónk ezen a felületen. Ha emlékeznek rá, idén januárban azt ígértem önöknek, hogy ha félmilliósra bővül törzsgárdánk létszáma, ismét tartunk egy önök kérdeznek, én válaszolok jellegű műsort. Január 11-én 436-437 ezer feliratkozónál tartottunk. Ez a további 63-64 ezer feliratkozó körülbelül 5 hónap alatt jött össze, amit ezúton is nagyon köszönök önöknek. Tehát mivel januárban megígértem, körülbelül június második felében be is váltanánk ezt az ígéretünket, azaz ismét tartunk egy ilyen kérdezfelelek podcastet, amennyiben persze önök is így akarják, és sok érdekes kérdést küldenek nekünk. Ezek elsősorban a podcast készítéssel kapcsolatosak legyenek, azt kérem, de nem zárkózunk el természetesen az egyéb jellegű kíváncsiskodásaiktól sem kérdéseiket minél tömörebb formában a stúdió kukac e-mail címre várjuk június 5-ig, tehát a következő három hétben és akkor ezt az alkalmat megragadom arra, hogy megkérjem önöket, hogy mind itt a YouTube-on, mind a Facebookon iratkozzanak fel hozzánk. A YouTube-on a képernyőnk alatt kisé balra található feliratkozás gombra kell kattintaniuk, a Facebook oldalunkon pedig a fejléc alatt kisé jobbra található követem gomb várja a kattintásukat akik rendszeresen néznek bennünket, remélem különösen azok részéről nem teljesíthetetlen ez az igen egyszerűen kivitelezhető kérés, ami ráadásul nem is kerül semmibe. És akkor most rövid részlet következik a mai beszélgetésből amikor hazamegyek egy impulzusokkal teli estéről például, és akkor leülök, és, egy, volt egy ilyen nyomás, és hogy éreztem, hogy ennek a sok impulzusnak, ami mondjuk az este egy buli vagy ilyen helyen során felgyűlt, ki kell jönni valami zenébe, és aztán énekeltem, és hogy rázott a hideg közül minden, azt éreztem, hogy nekem ez kb. ez a feladatom az életben. Ja, tehát, hogy ilyen is van. Meg a mindennél az alkotási folyamat az valami felfoghatatlanul varázslatos volt, hogy csak volt ez a négy akkor, és van hú, hú, ez jó. És akkor utána két órán belül ez az alap így összetevődött, és, hogy, és működött, és jól hangzik, és nagyon ritka az ilyen, nagyon sok zenétsek, és minden nap és nagyon ritka az, amikor valami ennyire csak úgy történik. Éppen két évvel ezelőtt e podcast keretei között egy hosszú órában beszélgettem Bauko Attillával, vagy hogy akkoriban is hívta magát, Paul-nal, de hogy manapság a legtöbben ismerik Azáriával, akit akkor legfeljebb még, mint egy éppen az első sikerein túllévő, de feltétlenül figyelemre méltó és sok tekintetben rendhagyó popkulturális jelenségként mutathattam be. 2022 elején én a szemmel láthatóan laza, minden különösebb erőfeszítés nélküli ösztönös és a természetes alapadottságaiból építkező alkotóra figyeltem fel, ezért hívtam meg ide, mielőtt felfedezte őt az országos nyilvánosság. Azóta persze nagyot fordult vele a világ, a magyar előadók közül elsőként főszínpadot érdemelt ki a legjelentősebb hazai koncerthelyszínen a szigeten, majd tavaly márciusban könnyedén bevette a Paplászló sportarénát is, hogy aztán mindenkinek lehessen az álla, amikor néhány hónapja kiderült, hogy háromszor is képes megtölteni rajongóival az ország legnagyobb stadionját, a puskás arénát ugyanis nem kevesebben, mint 150 ezeren váltottak egyet a május 24, 25, 26-án látható, hallható koncertjeire. És akkor még nem is említettem a 300 milliónál több meghallgatást, 650 milliós megtekintést a TikTokon, a havi 700 ezer Spotify hallgatót, ezek ugyanis mind-mind Azaria mutatói. És papám, köszönj, bátran, én hogy majd emlékszem már. Ez bizony, akárhogy is nézzük, pop történelmi szenzáció, hiszen vitathatatlan, hogy manapság az a Ria a legsikeresebb magyar zenei előadó, aki már az ötödik nagy lemezével állt elő, úgyis mint dalszerző, énekes és zenei újító, és akinek zenei minőségét bár jó néhányan vitatják, de akinek karrierjéből és szeméből kirajzolódik az első tradicionális értelemben vett magyar szuperztár képe. Mondd el, mitől lett az élet ilyen rúg Mindenkiben ott lapul a félelem. Nem tudhatják azt ők már, hogy hova lépjünk. Az olvadó világban, a romok köznapurban, az ikrepítében Ebben az új helyzetben ismét meginvitáltam amíg mindig csak 22 éves sikerembert, beszéljen arról, hogy miben, mennyiben változtatta meg őt is, a körülményeit is ez a hatalmas siker. E változások közepette miképpen menedzeli a karrierje kiteljesedését, egyáltalán mennyire akar vagy tud figyelemmel lenni ezekre a kiemelkedő fejleményekre. éjjel a köves utakon Megláttam egy mulathozó csapatot és eltűnődtem azon, milyen régen is volt Hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek Gyerek, gyerek, gyerek korom belepi a beton Hisz egy palotai nem vár már csodát Csak egyedül bandukor az utakor Amíg nem, nem ütött az utolsó Csak Mai vendégem tehát az Ariá. Nyolc nap múlva ott fog állni Magyarország legnagyobb színpadán a Puskás Arénában. Hogy van az abszemmel? Hát úgy szerintem be fog következni egy héttel előtte biztosan. Előtte lévő nap nagyon. A stressz? Persze. Meg az első nap, amikor felmegyek, nem tudom, hogy második, harmadik nap vajon lesz -e már, vagy olyan megszokott lesz már a... Hát azért, az azért, azért 50-60 ezer ember elég kiállni, azért az nagyon nagy dolog. Hát lefagyni nem szabad ettől a nagy látványtom, ezt nem lehet lepróbálni, az, hogy az embereket ott állnak. Mindjárt taglaljuk a mindenkit érdeklő részleteket, de előtte éppen csak pár másodpercben bejelentkeznek támogatóink. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI az nyugalma. Fedezze fel a világ szépségeit az OTP Travel hajós útjain is. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Teljes hozban ma Azaria a vendégem, hogy mindjárt a lényeggel kezdjem. Nem szédült bele pályafutásának ebbe a fénysebességébe? Én azt érzem, hogy egybe tudom tartani a dolgokat. Kifordítani magamból szerintem nem fog, meg azért itt ki meg kell a management, a szupermenedzsmentet, nagyon egy, tehát hogy nagyon sok terhet levesznek azért ennek a szervezéséről, részről, segítenek, hogy ezt nem egyedül éljen meg, hanem egy ilyen, ilyen csapat ügy legyen ebből a dologból, hogy ezt együtt csináljuk. Én azért más kérdezek, hogy nem kell megcsípnie magát időnként azért, hogy ez mind velem történik? nagyon nagy volt a vágy nekem, már ilyen, tehát ez tényleg ilyen 10-12 éves korom óta van. Azt, hogy ez megvalósul, ezt mindig tudatosítom magam, mindig uh, igyekszem egyik nap sem elfelejteni, mondjuk hálát adni azért, hogy ez velem történt. Minden nap próbálom ezt felelősségteljesen csinálni. Nem egyszerű, de ami ilyen, nekem a szent része, a művészet része, az csak hagyni kell, hogy jöjjön. Ez a siker, ez nem szabad, hogy, uh, hogy torzítsa igazából azt, aki vagyok. Mert a siker az csak a következménye annak a isteni áldásnak, ami szerintem engem ért, hogy a zenekészítési folyamatot egybe tudom tartani, és meg tudok csinálni dolgokat. Az például hogy volt, amikor célba vették egyetlen koncert erejéig a Puskás stadiont, és kiderült, hogy pár óra alatt elfogyott 45-50 ezer jegy? Hát a drága Bozsi, Isten nyugoszta ő volt a menedzsmentnek a második feje, és ő volt talán az első, aki ezt kezdeményezte, és odament a Puskás, és ott van egy marketingmenedzser, valaki, akivel beszélt, Mondta, hogy ezt felejtsétek hát ez olyan szintű kiadás, ami a paplászló is a többszöröse. Ö, nem csinált ilyet hát magyar előadó. Tehát voltak ezek a klasszikus elengedési dumák, hogy mint ötlet. Hát nem biztos, hogy túl kifizetődő lesz, nem érdemes még ezzel megpróbálkozni. Tehát ö, próbálták valókat. lebeszélni erről önt és hát, önöket? Volt, de logikusnak tűnt az, hogy ez nem biztos, hogy ez jó befektetés, mert nem volt még példa előtt rá. Na de rögtön be vállalni a második puskás koncertet? Egyáltalán ki merte mondani, hogy akkor próbálkozzunk meg újabb 50-60 ezerrel? A sajtón meteorcsapásként kezelt ezt a dolgot, tehát ott már éreztem azt, hogy ez valami nagyobb felhajtás, mint ami általában szokott lenni. És beszéltem a Gerivel, mielőtt egy telefon egy nappal előtte este, amikor előtt bejelentettük ő a, a a menedzsment, menedzsment, igen. Mondtam, hogy dupla legyen, vagy ne is. Akkor hát majd a jegyállások alapján megnézzük, hogyha egy héten belül elfogy, abba egyeztünk meg, akkor csinálunk egy második napot. És akkor az első nap elfogyott, ez akkor itt egyértelmű volt a második nap és, és, emlékszem, hogy abban, hogy ezt így elindítottuk, voltak ilyen nagy mémek, hogy lefagyott a gép, meg sokan várakoztak, meg igazából a szerverek azok nem voltak túlságosan felkészülve az érdeklődésre, de minden órában a Bazsi írta, hogy ennyi fogyott, ennyi folyott, és mint egy számláló, egy diagram, ezeket Ezeket, mint embereket el se lehet képzelni. Egy óra múlva már 20 ezer helyett 35 ezer ember. És nem volt ennek túl nagy kockázata? Ugyanis ha a második koncertre csak immelámmal fogynak a jegyek, az Gondolom én beárnyékolhatta volna az első biztos teltházas koncert feletti örömét. Én is azt gondolom, hogyha mondjuk van egy dupla est, és a második már nem fogy el, az úgy kicsit inflálja a prémium érzetét a műsornak, de nem láttuk ezt jönni. Tehát, hogy amikor az első nap így elfogyott, és még kérdeződik, hogy én lemaradtam, én lemaradtam, akkor így az volt, hogy az ja, működhet, hogy ez lehet, hogy be És akkor és utána már segíteni. gond nélkül bevállalták a harmadikat is. Igen, az már csak ilyen csak azért is. Ez ilyen ráadás, ilyen pofátlanságügyi dolog. Mert hát nekünk is ez a egész pátoszal, ennek a nagy stadionnak is remélem, hogy nem fog azáltal csorbulni, hogy ezt megismételjük háromszor. Szerintem amúgy nem. És azt sem részegítette meg, amikor kristálytisztán kiderült önmagad számára, hogy három teltházas buli a Puskás stadionban, hát ez a 140-150 ezer ember abszolút hitelesít engem. Ez nem részegítette meg? A paplászló koncertre az, azok jöttek, akik ő, azok a rajongók jöttek, vagy hallgatók, akik ismernek, ő, szeretnének látni, szeretik a zenéket, és az ő elvárásukat sikerült bőven túlszárnyalni a paplászlós koncertet, jobb volt, mint az elvárás. Tavaly márciusban. Ez szóval a tavaly március, és, és idén ez a puskás meg túlnőtte már bőven az én Ezért mondom, hogy a második, harmadik napnyi ember, az 80 ezer ember, az már érdeklődő inkább. És ott az olyan, mint a nem is a koncertem, hanem egyfajta meghallgatás, Na, Mi itt tud te, ez a gyerek? tud ez a gyerek, igen. Idézem a Recorder blogot, azt mondja, minden korszakban megvoltak itthon az óriási őrületet kiváltó zenekarok. A 60-as évek végén az Illés, a 70-es években a Piramis, a 80-as években az első emelet, a 90-es években a repülők vagy a Bonanza Banzány. A saját korszakukban mind a legszélesebb közönséget érték el, mégsem tudtak az Aria szintjén 100 ezer plusz fizető néző helyeket megtölteni. Azt ugye egyáltalán, hogy voltak ezek a zenekarok? Ezek mindegyikét azért is Mostanában próbáltam, vagy hát mostanában igyekszem ezt hallgatni, és tudtam a nevüket, ismertem. Nézek régi koncerteket is, elemzem, hogy, hogy hol van ennek a bája, romantikája. Ezeknek a zenekaroknak az esetében az üvegplafont mi jelentette? Miért nem voltak képesek például ők áttörni a maximum százezres határt? Ez világváltozásával együtt történt szerintem. Tehát 70 -s, 80 -s, 90 es évekről beszélünk, ott kiadó kellett, menedzsment kellett. Nem mindig az előadó művészi, sőt, sok esetben, legtöbb esetben nem az előadó művészi akaratát vagy értékeit tartották figyelem előtt. Tehát azt mondja, hogy egyfelől akkor, másfelől meg talán nem volt ilyen sok százezres rajongói bázisuk, vagy ha volt is, nem volt az annyira mobilizálható, és talán nem volt a rajongóiknak olyan fizető ereje, mint a mai közönségnek van, nem? De nem tudom, hogy ezek az évek, milyen, hangul, milyen szellemiség járt át ezekben a 78-as, 90-es években Magyarországot. Egyébként fontos önnek az elődöket valamennyire ismerni? A magyar könyvzenélet előélete nem, az kimaradt. És ezt nagyon sajnálom, és ez, az, amit prób próbálok most pótolni, amit viszont tudok, hogy ez a 30-as, 40-es évek magyar zene, amint számomra még egy ismeretlen terepben, amiket hallok, azok nagyon egybe vannak. Bors Kire szóval. gondol például a 30-as, 40-es években? Megpróbálom keresni azt a zenét, mert most csináltam belőle egy Aha. ilyen újra dolgozást. Ajtaj Andor van itt. Ajtaj Andor. Ajtai Igen, ő egy színész volt. Sebő Miklós. Ez egy klasszikus olyan típusú hangzás, mint azokban az években, de az világszínvonul. Úgyhogy hasonló a színészkedéshez Magyarországon régen, és most, most tudtam meg, most néztem ilyen ötödik pecsét, meg ilyen filmeket, hogy azért ez borzasztó, felfoghatatlan különbség. Én nem tudtam, hogy magyar színészet jól, jó formában létezett, de hogy azok a filmek az nagyon komolyak voltak, a Latinovic Zoltának az alakítása. Ideje jó részét ilyenfajta információk begyűjtésével, ismerkedéssel a kultúrák különböző műfajából azt tölti ki? Nagyon sok szabadidőm van azáltal, hogy, 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 igazából jól megy ez az egész zene dolog. Én határozom meg, hogy a, hogy a 24 órából álló napomat mire szánom, abból mennyi alvásra, és hogy pörög az agyam folyamatosan egy nap folyamán. Például amikor én szoktam gondolkodni, tök komoly összefüggéseket találok például, de csak ilyen szabad gondolkozóként. Például mi között talál összefüggéseket? Most kezdtem ezeket a gondolatokat így lejegyzegetelni, de ezek ilyen, nem tudom, filozófiák az életről, mi, mi. Tehát, hogy van egy ilyen általános megvilágosulás benne mondjuk egy éve. És akkor ezt egy kb. megpróbálom elmesélni, hogy jött egy ilyen felismerés, de nem egy pillanatról, hanem így fokozatosan kialakult az életem, hogy minden, ami létezik a világban, az valaminek a viszonyulása valamihez. Ami, tehát, hogy a fény, ahogy visszajön, meg minden, és annyira az ember határozza meg, meg a kultúrák, a hagyományok az évezredek alatt, hogy mi a norma, mi az alapdolog, és ezen én belül is, hogy mivel érdemes dolgozni, hogy ez milyen verze, milyen akkordok lennek, és az a tudat, amikor az ember ráeszmél arra, hogy ez mind csak tehát, hogy bárhogy lehet hozzáállni a dolgokhoz, bármit lehet csinálni. Most teszem például van egy ö, ö, gitár, azt is megvan a formája, as évek óta nem nagyon innovációt, nem csinálok a gitárokkal, ugyanolyan, mert működik, meg jó, meg minden. Már csak azzal, hogy hangszer az, is hangot ad ki egy húros hangszer. Bármilyen testet, bármilyen hangzás lehet belerakni, és kevesen ö, mernek a, nem megszokott utak és kísérletezgetni. Én még mindig visszacsatolnék a sikerhez. Uh -huh. Mi volt a legnehezebben megszokható a sikerében? Hát az elszakadás a szociális élettől. Tehát én nagyon sokat jártam Deák Ferenc térre, nagyon sokat jártunk Újpestre, a kis Dunapartra. Még korábban Köszön. mielőtt ismert lett? Hát igen, meg még akkor, amikor ezeket elkezdtük a zenéket, ott azért ez moderált állapotban teljesen jól működött, hogy lementünk valahova. Felismertek valakik, jó fejek még el is iszogattunk este, tehát volt, hogy ebből barátságok is születtek. Most már azért ez kezelhetetlenebb lett. Hogy, hogy, tehát nem tud már olyan közegben előfordulni, ahol szeretne? 95%-ban, ha az utcán meglátnak hozzám, pozitívan fordulnak igazából, sokak alma fel is tölt ez az élmény. Az az azt megelőző pillanatok, amikor ez a felismerés, nézés, meg kukucskás, vagy videózás, telefonos, telefonos, videózás, ez nem komfortos. De mondjuk az éjszakáról beszélek, a Budapest éjszakában, én ott mit nyomtam, és most is fiatal vagyok, azért ez hiányzik. Főleg részeg emberek, ők még gátlástalanabbak, vagy csinálok egy képet, nekem nem tart semmiből. Evidens, hogy ebbe segítek, vagy ezt megcsinálom. Csak ez aztán egy rendszeré fog válni, mert ezt mások is észreveszik, és akkor ott vagyunk, hogy próbálok jól érezni magunkat, és két órája mással beszélgetnek, nem azokkal, akikkel akarom. És ez nehéz. Meg ezt nehéz, nem is tudom elengedni. Nem tudom azt mondani, hogy bocs nem. De inkább elkerülöm, tehát nekem az a megoldásom erre. Tehát inkább nem jár az éjszakába, ez azt jelenti? Hát nem, nem nagyon. Nem jött túl korán ez a hatalmas siker, Attila? Szerintem. Hogy nem gondoljuk. Relatív rajta. az idő, hogy minek van mikor ott az ideje. Ezt pont akkor tanultam meg, amikor esti suliba próbáltam az érettségét lerakni, és akkor néztem a nagymamákat, hogy, a, hogy őt, ilyen 60-70 évesen érettségit akarnak szerezni, nem értette a motivációt, hogy miért. Úgyhogy voltak nem, az osztálytársai között, az érettségizők között? Igen, 60 cica babák, nyugdíjas nagyon Kik színes, nagyon kemény, ilyen mix. Színes kis csapat volt az osztályban. De közben az életségi? Nem, ez ez akkor volt, amikor még suliba jártam, és ott nem fejeztem be. De ott is nyomtam egy évet is Suliban. Ebből hogy következik, hogy. Hát, hogy relatív, relatív az idő. Siker? Relatív az idő. Ez most jön, ezért hálát kell adni, hogy ez itt van, és megnézni azt, hogy hogy hova lehet ezt, és ezzel együtt, hogy meddig érdemes ezt a dolgot csinálni. Nekem régi mániám, és aztán legfeljebb azt mondja, hogy ezzel nem ért egyet, hogy a dolgoknak nem szabad idő előtt bekövetkezniük, különben gyorsan kiüresedünk, és széltalanná válhat az életünk. Én nem, abban, nem az érdeklődésben, meg nem a diagramokban mérem ezt a kiüresedést, hanem ebben a kreatív flóban, amiben vagyok, ha ez jön. és én fogyasztom ezeket a különféle például zené zenéket, zené stílusokat, engem az motiválni fog, inspirálni arra, hogy csináljak valami mixet ebből, egy sajátos dolgot, addig működik lehet, hogy az emberek már nem fogják szeretni, de mondjuk akkor sem fogom abba hagyni, ha nem hallgatnak, és még, és még, működik ez a fogaskerék, hogy zene, zene. Ameddig ezek vannak, addig ezt nem kérdés, hogy csinálom. Volt, aki segítette önt a siker feldolgozásában, ha egyáltalán erre volt igénye? Édesanyám, vele beszélek erről, meg a menedzsmentben. Tehát ők azért tényleg, ezt, ezt nem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy, egy családias közeg, azért az nem egy elsősorban üzleti. Tényleg olyan gyorsan történt, mint a Sándor is mondta, hogy én egyszerűen még fel se fogtam talán, és akkor még nem is érzem a nyomását annak, hogy mit kéne pontosan feldolgozni. De például ami manapság nagyon divatos szakemberhez nem fordul? Vagy Nem Próbáltam, próbáltam, de sok lóvéért vitt el egyrészt. Pszichológus? Igen, de ezt még meg tudom érteni, tehát abszolút ez is része, ez is munka. De ezeket az összefüggéseket már a saját magam pszichológiainként elvégzem a teraszon. Nekem például az igazságtalansággal szemben szürreálisan ö, nagy ö, haragom van. Tehát hogy nem tudom elviselni, hogyha valami nem, valamivel megvádolnak, amit nem csináltam. Sokkal egészségtelenebb a reakció. Ez azt jelenti, hogy például, ha valami igazságtalanság éri, akkor a szükséges erő sokszorosával áll ellent, és keresi vagy követeli a saját igazát? Hát a hát igen, meg ez a hirtelen, tehát az amikor jön ez a felismerés, valakivel szembe, talán az azt tudám hasonlítani, mint amikor vannak ilyen hirtelen megijesztős videók, és érzed, hogy valamilyen hideg próbálom ilyen formákba önteni, hogy mi lehet az, az érzés, az egy végigfut. Pedig én nem látom olyan vérmesnek, sőt, én az ön személyiségét meglehetősen nyugodnak látom. Párány lelkömben gondolom magamat, de ez egy kétélű penge mindig. Tehát, hogy bizonyos esetekben meg nem. És lehet, hogyha valamiben meg nagyon gyengéd vagy érzékeny vagyok, akkor pont az élet másik területén fog ez nehezedni. De azt ugye jól látom, hogy nincs különösebb hajlam önben az elszállásra, vagy van úgy, hogy azért fejbe száll a dicsőség? Ez egy dohányboltos eset volt, hogy ment a zeném, fizetni akartam, nem adták ki, a, amit kértem, és akkor ott volt a lehetőség a mérlegen, és úgy, úgy, vonzott, de, de pont ez az, hogy azt mondtam, hogy. Ja, de maszk volt ön előtt, azt igen, minden, és akkor. És nem lehet lehetett igen, felismerni. Igen, igen. igen és, és akkor inkább szó nélkül igen. ott hagyta a dohányboltot, tanék, hogy kiszolgálták volna? Igen. Zsörtölődve ott hagytam a dohányboltot, és aznap nem sikerült ő. Toxikus dolgokat juttatni a tüdőmbe, de lehet, hogy ez nem is akkora probléma, lehet, hogy itt kell, kell, hogy legyen. És van olyan is, amikor nagyképű vagy rogáns. Biztos, hogy a siker előtt is megeshetett. Hogyha, hogyha vannak nagyképű megnyilvánulásaim, vagy, vagy pár olyan mondat, amit egy hirtelen felindulásból, lehet, én is éreztem, hogy ezt nem így kell volna megfogalmazni, azok, azok vannak. Szerintem előfordul, de az én szerintem idegszem, hogy. Én azzal nem vagyok rossz fej, aki, aki velem szemben soha semmi rossz nem mondott, meg nem, nem látok semmi furcsaságot az emberen. Tehát, hogy ez egy kölcsönös, tisztelt, egy alapvető dolog, meg ez az érték szerintem. Amikor bizonyos interjúkban azt állítja, hogy a rajongás nem nekem, hanem a zenémnek szól, az álszerénység, vagy védekezési reflex az ön részéről? Megmagyarázhatlanul, hogy mitől lesz egy zene jó vagy élvezetes, de ott elkapja őket valami. És ez a jó érzés, ami feltölti a zenéken keresztül, ez nem kavarok csak ott, el kell tűnni a helyet, kell adni másnak, és ezt ki kell vetíteni valakire. És ugye én csinálom a zenét, én vagyok a legközelebbi ember, aki a zenéhez áll, ez a szeretet rám fog áradni. Én azt na, nagyon vagyok erre, tehát én befogadom, meg minden, szeretem viszont ugyanúgy az embereket, amennyire csak tudom. Volt úgy, hogy a sikere megtorpanni látszott? Valami okból? Hát nem tudom, most a koncertekkel, ahogy elkezdtük az elmúlt három évben, megnézem a diagramot, az csak így emelkedik. Tehát nem nagyon volt le, leépülés. Nem volt olyan, amikor csökkent a népszerűség. Az ominózus szolnoki palacsinta fesztivál. Most hogy ez is, lehet benne a témában. A szexbotlány időszakában volt olyan félelme, hogy legyőzi önt, és esetleg maga alá temeti az éppen bontakozó karrierjét, az álmoralizálás és álszenteskedő értékítélet? Voltak nehéz pillanatok az abban az időszakban olyan értelemben, hogy, hogy amikor kiesik a kezeid közül valami, amit így nem tudsz irányítani, az úgy meg tudja ijeszteni az embert. Azt érzem, hogy egy ilyen szégyen nyomot hagytam ezen a ezen a dolgon, amit akartam nyújtani az embereknek. De mondják, hogy ez jót tett, a hype-nak jót tett, maximum szerintem előrébb hozta fél évvel a sikert, amit több ember megismer, de nem tett jót. Azt mondják, hogy az, ez a általános, általános, előrébb hozta sikert? Általános megítélés az az, hogy ez jót tett, igen. Én ezt nem, nem, így gondolom. De akkor mivel magyarázza, hogy szexbotrány ide, szexbotrány oda, mégiscsak a zené, a zenei termék győzött? Pedig kétségtelen, hogy volt esély a bukásra. Az, hogy szexbotrányom volt, azt így a kommentekben mai napig felhány tehát ez nem lett elfelejtve azáltal, hogy hogy nagyok a sikerek, amiket elérek, de kétségkívül egy mesebeli és egy tényleg csodaszerű dolog az, hogy a zenem, amit én egy szent dolognak tartok, és tényleg erre teszem kvázi fel most az életemet, hogy ezeket megtelem, az felülkerekedett egy bulvárügyön. Pár hétig azért be volt rezelve miatt? Engem a bulvár támadott be a szexbotrányos ügy után, de én előttem a tanár tanártüntetésen, és akkor már az origóban, ott már nem nagyon szerettek, és akkor már az origó meg a TV2 ezt a szexbotrányt ezt nagyon nyomta. Ez amikor már feledésbe merült, akkor is így elő, -elő lett hozva. Tehát ott azért már volt egy szándék erre a karaktergyilkosságra, de talán annyit nem tapasztaltam belőle, de az is egy nagy nyomás volt. Ez a nyár az így, az, az hogy tele volt élményekkel. <laughs> Idézőjelben. Ilyen esetekben ki vagy mi ad megnyugvást önnek? Zenét csináltam belőle. Abba jött a formuzot, azután adtam ki, hogy volt ez a botrány, és akkor ott láttam, hogy ez mekkora trending is, hogy ebbe visszajött. Csináltam egy zenét, ami részben ugye ez a bull-szereplés, felismerése, meg a kiláthatatlansága, van Górcső a alávéve. Tehát, hogy ezeket feldolgoztam zenéken keresztül, az eljutott az emberekhez, és tovább szorosította a köteléket közöttünk. Sok kommentet olvastam készülve az önnel való találkozásra. Ezek dalait és a különböző koncert felvételeit kísérik. Egy anyukát idézek most. Örömmel tölt el, hogy ilyen intelligens, tehetséges fiatalok is vannak kis országunkban. Kislányom kedvence vagy, és már az enyém is öröm téged hallgatni, a zenét pedig igazi remek művek, csodás hangzással. További sok sikert válts valóra minden álmod. Egy nyugdíjas a következőket írta az introvertált dala alá. 71 éves vagyok, éjjel-nappal őt hallgatom, pedig rock és metálos lennék, de ekkora zsenivel évek óta nem találkoztam. Csak azt sajnálom, hogy a koncertjére már nem juthatok el. Éj, zené, éneke egy életen át, te hazánk legnagyobb tehetsége. Na most jelentenek valamit az ön számára ezek vagy az ezekhez hasonló kommentek? Ez egészen elképesztő. Ez talán a Pop László koncert után kezdődött el inkább, hogy a fiatalokat megfogtam a zenémmel, és aztán átterjedt a szülőre ez a ez a, mert az ember neki is tetszett. Tehát, hogy úgy meghallotta, és elismeri. elismerő. Sőt, hát a nagyszülőre is, mint ez az utóbbi komment is, bizonyítja. Igen, és ezt már mémelik a, a Youtube-on, meg TikTokon, hogy én 138 éves vagyok, de imádom, tehát ebben ma vicc van. Pont azért, mert hogy olyan gyakoriak lettek ezek a hozzászólások, és ez egészen elképesztő, és hogyha próbálom megfejteni, hogy ez mi miatt lehet, az pont ez a változatosság, lehet, hogy valakinek idősek nem fog tetszeni minden zene, de van az a hangulat, ami pont elkapja, és én meg pont ebbe utazok, hogy így műfajtól függetlenül kísérletezgetek a hangokkal, és akinek tetszik, az, az rá fog érezni. És most így nagyszülő, szülő, gyerek, ez ugye megtriplázza a, a mennyiséget a a, a, az érdeklődőknél, és talán így van ez a nagyobb elérés. Lehet, hogy a puskásban is így lesznek. Első nap a gyerek, második nap a szülők, harmadik nap a nagyszülők. Lehet, lehet. Hát, hogyha így kell majd tematizálni a koncertet is, hogyha így, így alakul. Tehát megmozdít valami ősi energiát a zeném, és erre borzasztó büszke vagyok, és ezt a babák igazolják. Kik a baba? A babák a három-négy éves vagy kis baba, akik a tévé előtt táncolnak a zenére. Mindenféle előítélet. Az ön nővel. zenére három-négy éves babák? Tud is? Rengeteg ilyen videót kapok. Ott a kis babán nem tud hogy ki vagyok, nem tudja, hogy milyen ország, mit nyilatkoztam, milyen botrányaim voltak, hanem hallja a zenét, és azt érzi, hogy meg kell mozdulnia és táncolni, és egy babának ez az őszinte reakciója, ez semmi el fogható, mert ez, 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 valami, ez jön az emberből. És akkor idősek is, igen, persze, mert ez nem volt megszokott. Tehát amikor jött egy új vonalas előadó, az nem szakított át a gátokat idősek és fiatalok között szerintem. És erre milyen magyarázat, hogy ön viszont átszakította a gátot? Egy-egy zenét meghallottak, és akkor azt tetszett, aztán dúdolgatták, tehát ez dallamtapadás is belejátszott, megnézték a előző Friderikus interjút, ott értesültek a értesültek, hogy a jó, jó ízűt beszélgettünk, és akkor azáltal ott nagyon sokan megszerettek például ebből a korosztályból is. És az, hogy az introvertált dal alatt például már francia, török, ha jól emlékszem, ukrán, izraeli, brit Igen. kommentelők méltatják önt, sőt, némelyikük, ha jól emlékszem, a Dulingon tanul magyarul, Igen mert nem bírja letenni a dalait. Ez már tulajdonképpen kikövezése a nemzetközi sikernek? Az elmúlt egy hónapban láttam elszaporodni ezeket a külföldi reakció videókat az új zenére, de rengeteget. És, és, az is egy tök furcsa belgon, is nagyon jó látni, mivel nem, nem ismerik az országot sem akár, vagy a, nem csak hogy a személyemet, vagy, a, vagy az én általam képviselő dolgok, hanem csak az zenét hallják tisztán, és arra reagálnak, az, az, az tök előre mutató dolog. Sőt, hanem. tavaly novemberben, ha jól emlékszem, mint hogyha EU egy tíz, tíz állomásos nyugat-európai turnén járt volna, és azt hittem, hogy azoknak a hatása pont azért, mert sikerről lehetett olvasni egy nyugat-európai turné hmm. nyomán, sokkal inkább az elkényeztetett nyugat-európai hallgatósággal is olyan hatással van, hogy ott is tud érvényesülni. Én ezt hittem. Ez nehezebb azért, mert a novemberi EU turné az 95%-ban magyar emberek, akik vagy ott éltek, vagy kiutaztak. Aha. Egyébként a novarok is ebből jött tehát júniusban mi lesz az a rock fesztivál, ez abból jött, hogy ott az EU turnén volt egy olyan beszélgetés, valaki valaki ebbe tud segítkezni, vagy ezt megszervezni. Ez De... a Novarok, ez lesz Ausztriában. Ez Ausztriában lesz júniusban, igen. És ez az EU turnéból következett, hogy ott voltunk. De hasonlóképpen a Gröningen is Showcase Fesztivál 2023. januárból, abból következett az EU turné. Tehát akkor sok lett az, hogy össze is azokat, azok, akik leszerződtették. Ebből az tornéból lettek a idei külföldi fesztiválok, például az Uprising Szerbiában. Barcelonában is föllép valamikor majd ősszel, ugye, ha jól olvasnak. Hány százalékot ad annak, hogy világsztár válik önből? Fú, hát ennek az eredmény, nem voltam soha jó matematikus, tehát valószínűséget, kell matematikus. valószínűséget számítani ebből, Sándor, nem, nagyon nehéz. csak becslésére vagyok kíváncsi. Nagyon nehéz. Ez, ez egy dolgom múlhat, ez egy jól időzített feltöltés youtube egy jó klippel, egy egy jó hangzó zenével, egy, 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 egy olyan refrénnel, ami megmarad az ember fejbe, vagy valami, egy jó zene, amit valamiért felkapnak, nem tudom, TikTokon befut, vagy ö, tehát igazából ilyen apróságokon és jó időzítéseken múlhat az, hogy hányan ismerik meg a zenét, de már az a visszajelzés, hogy külföldi, afrikai emberek reagálnak rá, az egy nagyon visszaigazolás arra, hogy ez működik, és ennek már csak ott, jel, hát az internet szabhatárt, hogy ez meddig jut el. Most elkezdett menni valameddig, egyébként tényleg boldog leszek nagyon, csak nem szabad, hogy ez most már az elsődleges. De most már nem a sikert ö, kell kiaknázni, hanem a, a harmonikus pillanatot, amikor a legjobban áramlik ez a zenei. Ezt még, még egy gyorsat hozzáfűzök, mert ez egy nagyon fontos alkotói folyamat változás volt. Én mindig elterveztem azt, hogy van egy album a fejembe, meg mindent eltervezek amúgy is. Van egy album a fejemben, azon ilyen zenék legyenek. Ezután következzen így lesz jó, olyan lesz jó. És ilyen vagyok, mindent eltervezek. És egyszerűen amit szeretek csinálni a zene, az lépten nyomon, az évek alatt mindig abba, hogy ez működik. Bármi, amit jót csináltam, vagy ami nagyság lett, vagy amiben érzem, hogy van lélek, az mindig akkor jött, amikor már megvoltak a zenék, amiket akartam, és csak, csak nekiálltam elvárások nélkül, türelemmel és nyugodtsággal valamit csinálni. És az a fázis, meg az a mentális állapot, amiben ami ekkor vagyok, az segít abban, hogy ezek a zenék jók legyenek, hogy ezt nem lehet megtervezni igazából. Tehát azt mondja, hogy miután már túl van az alkotáson, lenyugszik, kimegy magából a szufla, és akkor jönnek azok az igazán ihletett dalok, amelyek aztán nagy karriert futnak be? Így értsem? Hát igen, amikor nem volt már nyomás, akkor jött a sláger. Például van a három kor című zeném, már készen volt az album, meg volt az zene, hát még legyen rajta egy zene, és az a zene lett az, és éreztem én is, hogy az a zene működik. Amit az... már meg sem akart írni. Nem Hazajutottunk haza Bizott a hagyja, még a szemed ellát Halmazra nyomom én a szóló Egyedül vele többet arat Reggel gyullad a szaza De te bukod el, ami jár Te vagy az, akiben én nem volt vázlat, nem volt hozzá skic, nem volt hozzá iránymutatás, hogy én mit akarok csinálni, hanem csak jött magától, és, ez a, és ennek átengedni magad, ezozo. Ez a flow állapot. Ez a flow folyamat, amikor már nem az van, hogy mit kellene csinálni, hanem csak jön, és már csak minden gyorsabban ott már hallom, és ott akarom, hogy legyen. Ahogyan dalai többségéből ez kiviláglik, a nyilatkozataiban is egyszer másszor említette, hogy tipikus újpalotai panelkamaszként eszmélt, akinek családi, személyiség és iskolai problémái nem nemigen különböztek mondjuk a társaitól. Hmm. Az újpalotai világból mi mindent hozott ősélményként? azt a bizonyos gettós életformát? Úgy kell elképzeljük? Hát én például annyira nem gangsterkedtem ott, de voltak, mit tudom, én egyszer történetek. De úgy egy általános nyomasztás, nyomasztó atmoszférája van a rengeteg öngyilkosságtól, a kiugró emberektől, az, hogy mindig ott volt a családi veszekedések körbe. De én, hogyha oda vissza megyek én, én ott otthonosan fogom érezni magam a maga nyomasztó atmoszférájával együtt. Jár még vissza? Nem sok emberre tartom a kapcsolatot, de azzal a négyöttel azért beszélgetünk, tartjuk a kapcsolatot. Ritkábban találkozunk, de de hát elismerően büszkék, és gratulálnak. És... Belelátták magába mindezt? Mit mondanak? Nem tudom, egy az Ibi néninek, a tanárnak csak egy évet tanított, de a nővéremet végig, tehát ugyanabban a suliba jártunk, csak ő korábban, és, és Ibi néni egyszer ott elénekeltem, ami tavasz is szeret, vagy nem tudom. Egy a kevés olyan magyar népdalok közül valami olyat, amit, amit szerettem énekelni, és ugye elkapta őt is, azt éreztem, hogy ő, és ezt mondta, hogy szerintem majd meg fogok tudni élni ebből, ez nagyon megmaradt. Ahogyan ön elénekelt be. a tavaszi szélvizet áraszt. Biztos, árasztok? hogy a tavaszi kis keccel, vagy nem tudom, mi ilyesmi volt ilyen minorösebb téma egyébként, és az nagyon nagy büszkeséggel töltötte, hogy ez a tanár, aki tudom, olyan nővérem nagyon szeret, meg tudom, hogy egy nagy zenész, és tényleg is a zene szeretete, az átjött. De hát akkor még én sem gondoltam volna, hogy ez egy komoly dolog, de azért motivált. Mi szólította meg előbb? Ugye a tehetsége kezdetben kamasz youtuberként, vagy vloggerként jelentkezett, majd zenei alkotóként is gyorsan kezdett kibontakozni. Azt mindig is érezte, hogy valamit át akar adni magából és a gondolkodásából másoknak? Ez bennem volt, igen. Ez a mai, ezért kezdtem el a YouTube csatornámat, hogy amik vannak, gondolatok jönnek, jönnek, azok rendszerezve legyenek, ki legyenek adva, és hát a hallgatóra találnak a túloldalon. Én azért kezdtem el a YouTube videókat csinálni, hogy lefoglaljam magam, és hogy beszéljek, hogy hallgasson meg valaki, hallgassa meg a véleményemet dolgokról, tudjak, Tudjak beszélgetni, és elég fura ez, mert ugye ez egy negatív dolog, hogy a, hogyha valaki gyerek és nem tud rendesen barátkozni, nincsenek meg a lehetőségeire, viszont mégis az érménynek két oldala van. Lehet, hogy ha nekem egy kurva jó, nem azt mondom, hogy rossz gyerekkorom volt, az azt mondom, hogy ilyen kurva, ilyen barátközpontú gyerekkorom volt, de soha nem kezdek el videózni, mert úgy voltam vele, hogy a fasznak. Mert nincsen akkor a szükségem rá, mert megunom, mert hívnak le, játszani, hívnak le, programokat csinálni. Akkor úgy akkor most inkább az élményt ragadom meg. Interneten viszont beszélni ez egy ilyen hát elvontabb dolog, kicsit ilyen. Te magány jellegű volt, hogy én egyedül meg kimentem az erdőbe, de abban a harmóniában, hogy megosztja a gondot, hebegtem, aboktam össze -vissza. Nekem pont ellenkezőleg, inkább kicsit koravénnek tűnt. Hát ez lehet ez szerintem az oka annak, hogy nem lehetem társamra a kortársaim közül, a, 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 hogy ilyen témákat megbeszéljünk. De ezek az gondolatok, ezek az összefüggések, mint tudom, hogy elkezdődtek bennem, mindent néztem magammal, megbeszélem, mai napig hallom a hangot magammal, amikor valamit gondolkozok, elkezdődik abból, aztán már teljesen máshol járok egy öt perc múlva. A két minden... vasat tudatosan egyszerre tartotta a tűzben, tehát ha nem jön be a vloggerkedés, a videós tartalomgyártás, ott akkor a zene, mint közvetítő eszköz ott van az ön számára? Tehát a szereplési vágyam volt valószínűleg, mert az kell ahhoz, hogy a YouTube bozzon az ember, hogy megjelenjen valahol, de mellé gondoltam, hogy vannak ilyen gondolataim, amiket, ami felhatalmaz arra, hogy mutogassam magam, úgymond. De a zene az egy sokkal ősibb élmény, az, az már bőven a videózás előtt is volt a Rádió X-en szólt, egy, mit tudom én, Rage Against the Machine, Guns N' és én is ott voltam négy-öt évesen, a gyerekén, nem tudom, mik ezek, de egyszerűen tetszett a hangzás, és tetszett, hogy ez így van. Szóval igen, ezek nagy, nagy ős élmények voltak régen. Az elején mi igazolta vissza ön? Honnan, miből gondolta, hogy amit közzétesz, az hat másokra is? Amikor először kiraktam Instagramra egy ilyen 10 másodperces kis éneklést, és az volt az első ilyen éneklős videóm a Youtube-on, és tök pozitív volt a visszaigazolás. Írtam hozzá valamit, hogy hát jó, ja, majd akarok ilyeneket is kirakni, vagy csinálni. És akkor tök pozitív volt a visszajelzés, és abból utána, hát még teltem múltak az évek, a gitárt már gyakoroltam, akkor meg akkor programok, mert akkor volt egy kis ilyen túra a rock irányába, a rockból átmentem a metába. Utána szerintem a junior volt a következő, így egy időben. Junior? ele junior, igen, neki ilyen nagyon széles skálájú zenei spektrum volt. És, ő ilyen módon inspirálta Talán egyik legnagyobb inspiráció nekem a mai napig. Mármint az a élmény, amit meghatározott, amikor kicsi voltam, az semmi máshoz nem fogható. Tehát ő váltott Ismerik ki egymást? Találkoztunk már, igen. Aztán szóval utána, amit tudom én, volt a, tehát a, Hollywood Undead következett, az meg egy ilyen hát maszkos rock, hard rock zenekar, abból ment át a Slipknotra de ez már utána meg következik igazából, nem tudom, nehezen nyomon követhető. Főleg most már, amikor is Spotify van is, és... de ez is egy milyen dolog, hogy minden zene elérhető. Tehát nincs az ember, hogyha meg akarna hallgatni az összes zenét, nem, nem tudná, mert véget ér az életem, ameddig meghaltna az összeset. Hát ez De ez nem, jó, nem volt. Mert akkor rengeteg inspirációt tud nyerni ezekből. Hát igen, meg szerintem én is azért csinálok ilyen mix zenéket, amik nehezen a sok emberek idegesítő, hogy most ez van, az van. Szerintem azért, mert annyira ö, ez a sok dolog, ez a sok különböző egymástól független dolog így összemixelődik, lehet valamikor nem működik, szerintem amúgy jó. De hogy régen, 98 -as, as évben, amikor megvenni egy lemezt, annak a zenét értéke hasonlóan a párbeszédhez, a, a társadalmáshoz egyszerűen nagyobb értéke volt azoknak a számoknak, nagyobb figyelemmel hallgatta az ember. Ez csak azért volt így, mert sokkal kisebb volt a választék. Ja, tehát éppen ezért felértékelődött a közepes is sokkal inkább. De a, Hogy jobb lett volna a, igen, minőségileg, azt nem feltétlenül igen. állítanám. Hát az biztos, hogy így lehet a legjobban körben nézni, ami most van, de az egy nyomasztó egy picit szerintem. Én is azt mondom, hogy a mennyiség teszi tönkre a világot. Akármilyen műfajban is olyan nagy a választék, ja. akár filmekből, zenékből, ruhákból, autókból, szóval hosszan lehet -e sorolni. A fogyasztói olyan szélesen nyitotta a kaput, hogy az ember egész egyszerűen eltéved ebben a ja. rengetegben. És nem képes már a jót megkülönböztetni egy idő után a rossztól, vagy ha ez nem is ennyire pregnáns, de a kis különbségeket már kevésbé képes észlelni. Szóval. Igen, én is így gondolom igen, főleg meg az a sok tudat manipuláció reklámokkal. Az is, én értem, ott a reklám, hát kit érdekel, átnyomom. De amúgy ez nem így hat, én arra jöttem rá, hogy ez így tudat alatt az ember, amikor a polcén van, akkor elő fog jönni az a reklám. Visszatérve még az ön zenére, ezeket a zenei hangzásokat, aztán már tudatosan egyéniesítette hajlításokkal, magas és mély váltásokkal helyenként vékonyított hangon már-már, mintha elcincogná a sorokat, mert időnként, mintha ilyet is kihallanék a zenéből. Szóval ez már egy senkitől át nem vett önmagától az eszébe jutó olyan fejlemények voltak, amelyek már kifejezetten az azariasságot igyekeztek aláhúzni? Szerintem vannak ilyen dolgok, amik így, nem tudom, idő alatt sajátossá váltak. Én annyit csináltam, hogy az évek alatt nagyon sokat énekeltem mikrofonba, és akkor próbálgattam a hangszíneket, és mondjuk van egy ilyen hangszín pakkom, tíz különböző hang, különböző oktávokba, hogy még közepes magas, ezt magas nem megy annyira, de hát nem biztos, hogy muszáj énekelni, csináltok ilyen afrikai törzshangokat is, vagy csináltok állatutánzó hangokat, csináltok csak pak, -pak és lehet, hogy ez úgy fog menni az ütemre, meg a ritmusra, hogy ez valami működik. És ezzel folyamatosan feléneklés közben kísérletezik? Ezt nem akarom elhagyni. Tehát ezek nagyon jó pillanatok és előrevezető pillanatok, amikor csak ilyen Elvárások nélküli kísérletezgetés megy a, a alapra, amit csináltam, és akkor így is megpróbálom, úgy is megpróbálom, így is, mindenféle opció. Azt hogyan magyarázza, hogy gyorsan, bár természetesen ugrál a zenei stílusok között, akár egy számon belül többször is vált, kedvenc szavával élve, ugye, flót, hangulatot, hát. áramlatot, de műfajt és akár nyelvet is. Tehát, hogy annyi sok minden van egy dalon belül, amire vált, hogy szinte nem is lehet követni, csak nagyon tudatosan figyelve. Yeah igazából ez is én vagyok, hogy miért kezdek el egy másik fajta mondjuk dob ritmust rakni a zenek közepére, amikor ö, annak még egy, a szabály szerint mondjuk egy második verze hogy legyen, vagy egy második refén, vagy az, az illene oda. És akkor arra jöttem rá, hogy ez igazából pontosan ez a TikTok, mert nem a TikTok, mert az egy ilyen, tehát akkor megbélyegzünk amit, hogy van, de hogy ez a generáció, ez a hirtelen impulzus, ez a nagyon sok dolog, ebbe vagyok én, én, ebben nőttem fel, és igazából a zene is olyan, hogy hallgatom, tehát zenét mondjuk a barátoknak, csomószor van az, hogy másfél perc után, na jó, kinyomom, lehet, hogy még tart két és fél perc, de a jó rész az most megvolt ebben a másfél percben, és hogy nekem is az van, hogy megy, de engem az pörget fel, hogy ott a második résznél van egy váltás tempóban, ritmusban, és amúgy csomó ilyet csináltak régen is, szerintem. Ezt a zenei sokarcuságot a karakteréből fakadó játékos próbálkozásnak tudjuk be, vagy nagyon is tudatosan törekszik, erre mondván, hogy épp a kötetlenség teszi leginkább szabaddá. Ezt nagyon jól elmondta Sándor. Én nem akarom, hogy bekategorizálható legyek, mert, mert, mert sok olyan stílust ismertem már akkor, amiben szerintem lehet jót csinálni. Úgyhogy igen, azért be van egy tudatosság. Ez adja meg nekem a a teljes szabadságot, amit igazából azáltal sajátítottam, ahogy megtanultam zenét csinálni magamtól. Tehát így kézügyileg. Aki kiszolgáltatottabb helyzetben van, és csak írni tud, nagyon vagy nagyon jó hangja van, annak keresnie kell, vagy hasonló alapokat YouTube-on, vagy egy producerrel megcsinálni, ami már így 50%-ban lesz csak olyan, ahogy elképzeltem, mert a saját gondolat egy nagyon meg kell az embert, hogy valaki más érezze ilyen zenei szférába. Kortársai közül kit tart konkurenciának? Nincs ilyen szerintem. Ezt őszintén tudom mondani. Bár így szert nézegetem a dolgokat, nézem, hogy hogy kik jönnek. Nem azért mondom, hogy nincsen, mert hogy én túlszárnyalok mindenkit, mert a puskást azt megcsináltam, és más meg nem. Tehát én nem szeretem ilyen. Ez is egy ilyen diagram hozzáállás. Vannak zenészek. diagram Látom statisztikát, és ugye a statisztikát azt nagyon szeretik manapság, de mert ahhoz mérik igazából az egzisztenciának a fontosságát. Vagy a meg saját... a sikert, nézik, hogy hányan nézik, az hányan a... követik. És ez olyan, mint tudod, hogy én ki vagyok, és akkor felmutatom a diagramot, és sokan hallgatnak. Hát ez nem nagyon legitimás semmit szerintem. Nem érzem azt, hogy bennem rossz érzés tenni, valaki hogyha valaki beelősz. Ha én már lesz valaki, nem tudom, sikeresebb nálam hogy az országban, vagy még magasabbra tör, meg befut külföldön, nem lesz rossz érzés bennem. De ebben biztos vagyok. De mióta nyilvánvalóvá vált a megkérdőjelezhetetlen sikere a hazai könnyűzenei életben, észleli, hogy változott zenész kollégái viszonya hozzáállása önhöz? Amiről értesültem, abban nem. Azt, szóval, hogy a az színfalak mögött kinek mi a vélemény erről, azt nem tudom, de a cikkek azok nagyon lelkesen hozták le napi szinten kb. mindegyik régi előadó vagy celebnek a véleményét például a puskásra, hogy mit gondol erről. Aztán most lehet, hogy valaki erre kivannak, vagy rossz, vagy negatívan állnak hozzám, vagy rosszat gondolnak, de hát ez ilyen nem tapasztaltam. Tehát ilyen, ilyen élményem nincsen. Ez azt jelenti, hogy nincs is különösebb viszonya a szakma jó részével, a könnyű zene élet jó részével? de jobban vagyok, azért sok emberrel találkoztunk már, meg például ilyen backstage bulik, tehát hogy amikor ott van több zenekar, csomószor el vagyunk, beszélgetünk, de nem is nagyon másztam bele, tehát hogy nem vagyok Nincsenek nagy barátságai. Meg nem ilyen találkozókra, ahol ezek az arcok így, nem tudom, egy brigád így mondjuk ott van ezekből, akik intézik ezt, meg azt, meg megplegykálnak mindent, ami történik. Egy kicsit hadd érdeklődjem a dalokról, meg a dalok szerzéséről. Minden dallam, ami megfogan a fejében, az automatikusan szöveget is kap? Nem feltétlen. ha hát van például a Mariana Árok zeném kijött, abba egy ilyen nem létező nyelven éneklek a végén, mert valamiért az megragadt a fejemben az a három szó. Egy nem létező nyelv? próbálták lefordítani a Facebook csoportokban, hogy milyen nyelven lehet. Honnan jött? Hát nem tudom. Hallottam. Hallotta a belső hangot? Igen, ezek szoktak jönni néha ilyen, ilyen random fázisokba, hullámokba, és akkor feljegyeztem, van egy zene, hogy a ténekre, és akkor ebbe a egybe beleépítettem. Ilyen mantra dolog, de olyan, mint a van, ami indiai dolog lenne egyébként, tehát hogy nem is feltétlenül kell szöveg. Én már azt vallom. Valamennyi zenét, ami megfogan a fejében, azt kiadja? Amiket abban hagyok, azt nem véletlenül. Tehát azt azért hagyom abban mondjuk félkészen, mert tényleg úgy ki lehet jelenteni, hogy vagy tudok ennél jobbat, vagy erre most nincs szükség. Ami pont, ezek a, pont ezek a gátlásos belső hangok, amik, amik akadályozhatnak egy zenészt de valamikor meg beérzek valamit fél órán belül, azt megcsinálom, és abból lesz zene. És igazából a demoimból azért nem tudok most küldeni, mert azok a demók azért nem lettek készen, mert éreztem, hogy nincs értelme folytatni. Hány darab maradt fiúkban? Száz darab biztos, hogy van. Tehát egy száz zene, amiben lehet, hogy szöveg is van rá, meg minden, és így félbe vannak maradva. Remélem, hogy menni fog annyira jól, hogy ne kelljen visszanyúlni ezekhez a kísérletekhez, amik nem voltak elvesztegetett idők, azért mert nem kerültek ki. Mert mindenből lehetett tanulni valamit. Tehát nincs az a kényszeresség önben, hogy minden dal múlja felül az előzőt? De már ami a sikerességet illeti? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nincsen, mert örülök annak, hogyha kiadok egy albumot, akkor arról van egy-kettő zene, ami hát ez a szokás, hogy kiválasztják mindig, amikor van egy felhozatal, az ember akaratlanul is. Én is a három puskás után csak lesz egy legjobb, meg egy legrosszabb nap, akkor is, ha nem feltétlen rossz az a nap, csak a viszonyítás miatt. És az album is olyan, hogy ki fogják melyiket hallgatják a legtöbben, de amikor valami sláger, az úgy nagyon érződik, tehát az így nagyon kiemelkedik, és, és, és fokozat, folyamatosan megy fölfele. Az összes közül melyik dalát tartja a legtöbbre? Talán az egyik leg legjobb dal, ami olyan értelemben, hogy lineárisan működött, viszont annak pont az alkotási folyamata nem volt egy nehéz volt, az introvertált dal talán. Az ilyen DGS-ebb, ilyen nem tudom, dire straight rock hangulatú téma, ezzel a ska, vagy ilyen mulatós cuccel, amit így nagyon felhypoltak, de mindegy is ez volt, hogy, hogy kész volt két hónap alatt a zene, és akkor fél éven keresztül csak egy helyre kellett valamit kitalálni, ezek az a nyomasztóak. És ez bosszantja, amikor fél évig nem jön az ihlet? Borzasztó. És esténként várod, hogy mit hoz a holnap, de tudod, hogy úgyis is ugyanaz vár, és feladod még egyszer. Igen, ma is kicsit akarom, hogy élesz fel. Gyere beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Gyere beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Nem voltam bátor, nem voltam jó. Mégis rád váró, hát úgyis úgy is minden mindegy nekem már. Én nem is akartam más, a szívem ezáltal már. volt még egy rosszabb, az, az nagyon megmaradt is, és, azt az állapotot kerülöm, de hát ez nem rajtam múlik amúgy, az vagy van, vagy nincs. Az a Lótoló című album, azt is így megcsináltuk, és amúgy a siker, a 100 millió lejátszás átlépett spotify n ami még számomra is egy, egy nagy, egy nagy eredmény, és büszke vagyok rá nagyon. De hát az nagyon nagy szenvedés volt megírni, és hála az égnek, hogy sikerült még... És uh, hogyan szenved, amikor szenved? Elkezdem a zenét, és akkor utána, jó, ez az ongora nem rossz, még el is indult valami, hát ez már nem működik, hát ez már nem lesz. És ahogy telik az idő, és érzem azt, hogy nem találok izét, annál jobban befeszít, annál erőszakosabban akarok valami jót csinálni, és ez a fajta feszület, ez az, ami teljesen megöli az egészet. És fél éven keresztül ebbe szemben, és aztán meg, hogy nem tudod, hogy ez kell másképpen csinálni, mert én se, én se tudatosan csináltam semmit, csak éreztem, hogy valamikor jött, most meg nincs, és Én... nagyon rossz. A magamfajta dilettáns pedig úgy gondolná, hogy ön esetében leül a ongara az ő gitároz, és kifolyik a dallam szinte úgy, ahogy aztán később hallom. Borzasztó nagy... De nem így van. De részben igen. És az életem talán legmeghatározóbb és legfontosabb élményei kötnek ez, amikor hazamegyek egy impulzusokkal teli estéről például, és akkor leülök, és, egy volt egy ilyen nyomás. És hogy éreztem, hogy ennek a sok impulzusnak, ami mondjuk az este egy buli vagy ilyen helyen során fedje, hogy ki kell jönni valami zenébe, és aztán énekeltem, és hogy rázott a hideg közül minden, azt éreztem, hogy nekem ez kb. ez a feladatom az életből. Ja, tehát, hogy ilyen is van. Meg a mindennél az alkotási folyamat az valami felfoghatatlanul varázslatos volt, hogy csak volt ez a négy akkor, és van hú. Ú, ez jó. És akkor utána két órán belül ez az alap így összetevődött, és, hogy, és működött, és jól hangzik, és nagyon ritka az ilyen, nagyon sok zenét és minden nap kísérletek, és nagyon ritka az, amikor valami ennyire csak úgy történik. Valakinek kikéri a véleményét, mielőtt kiad egy dalt? Vagy csak a belső sugallatára hallgat? Hát a végső válasz az biztos, hogy önálló lesz én határozom meg, de azért nagyon sok barátoknak mindig elküldök ilyen demókat, hogy mondják, el mi a véleménye róla. Legtöbbször azért igen. Vannak zenék, amiket nem, de ha van valami témám, és fel vagyok pörög, vagy most csináltam valamit, akkor szeretem megosztani köz, hozzám közel emberekkel, olyan emberekkel, akiknek számít a visszajelzése. Például az anyukája a zeneértő? Nagyon érzi a jó zenét. És már az régen, az régen nem tűnt fel, csak hogy sokat énekelt, azt úgy hallgattam, de igen, nagyon sokszor volt egy a napróság, amit utólag ö, konstatáltam, hogy ö, én hallgattam az Honey Beast, nem tudom ilyeneket, amik tetszettek, dallamos magyar zenék, és csak ki kiszínezte, nem is tudatosan szerintem. Már hogy énekelte, vagy visszaénekelte? Anyukám énekelte, és beleénekelt plusz harmóniákat, terceket, amik benne sincsenek a zenébe, csak jól hangzik. És, ö, és hogy hallotta az, hogy mit ott miért elfért volna valami, egy ilyen dob, valamit így beleénekelt, és hogy ez a, ez a kis apróság, amit ő szerintem nem tudatosan csinált, azt például tökéletesen meghatározott engem, hogy van egy alap, megy, mit tudom, egy zongora, hát szép az a zongora, de ide még mondtam egy ilyen hang elfér, vagy egy olyan, is akkor, hogy az így hogy lesz teljesebb. Van olyan száma, amit, amiben tekinthetjük vázi szerzőtársának az édesanyját? Hmm, az ájt mondjuk az azért ilyen, mert az édesanyám miatt fejeztem be, tehát két, kész volt a fele, és aztán így ott hagytam a parlagon heverni, és másfél hónap után megmutattam hogy hogy van egy ilyen, és így tökre oda volt, és mondtam, mindenki fejezem be, és aztán egy nap felkeltem, és úgy voltam vele, hogy eszembe jutottak ezek a szavak, és befejeztem, és egyik kedvenc zeném lett. Every star in the sky, every thought in my mind, every tear in my eye, fade away, yeah. I can't do this on my own Don't need your help at all So let me stay right here Sometimes you gotta wake up But I'm living in a dream And I'm feeling fine I... És igazából az édesanyám nagyon felhájpolt magát, ő mondta, hogy ez jó, 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 ezt csináljam, és akkor az volt a motiváció, befejezzem. És az édesapja hogyan viszonyul önhöz? Mert ő azért legalábbis a koncertekre két év azt említette, hogy elelkíséri. Hát a nagyobb szabású tehát bármikor van egy Budapest park, vagy egy uh, aplaszta, akkor azt azért megszokta nézni. Tehát Németországban lakik alapból, és akkor ezekre Még a mindig? nagy eseményekre. Igen, és ezekre a nagy eseményekre haza szokott jönni. Ezek a nagy koncertek azért a család is tökre jól összehozzák. Nem volt mindig ez egy békés, mindenki jól kijön egymással a dolog, és, és ezek a koncertek valahogy... El is váltak, ezen... ugye a szülei? Ó, régen, igen nővéréről alig hallunk, ő mindvégig teljesen kívül maradt az ön építkező világában, vagy volt úgy, hogy a youtuberkedésben vagy a zenei munkája során esetleg közösen csináltak valamit? Most elvégzett egy ilyen főiskolát is, ilyen művészeti dolgot. Többféle stílusban tök sok dolgot tud csinálni. És én mondjuk albumborítókhoz, meg hasonlókhoz szoktam kérni a segítségét, illetve még ilyen esztétikai elképzeléseim lennének, mondjuk Instagramra, vagy felhasználni különböző képeket, grafikákat, én azt általában neki szoktam mondani. És hogyan viseli a szűkebb és tágabb értelemben, mert családja az ön hirtelen jött fantasztikus népszerűségét? Szerintem abszolút helyén kezelik. Büszkék, meg gratulálnak hozzá. Ezen felül pedig nem verik. Tehát, hogy annyira nagy dobra talán. Na? Nincs túltól a legtöbbször. Ilyen szerény a családja is, mint ön? De nem annyira az én nagybátyám hordja a sapkát mindenhol, elmondja, hogy ő a nagybátyám. <laughs> Őki az a az sapkában... édesanyjának vagy az édesapjának a testvére? Édesapám testvérem. Megy a pékségbe, és akkor megemlíti, hogy egyébként én vagyok a neve, ha esetleg nem jött volna le a felbészból sapkából. Lehet, hogy még kedvezményesebben adják a pogácsát, nem tudom. Lehet, hogy ezért éri meg. Nagyot változott a család életszínvonala attól, hogy egészen más vagyoni osztályba került, vagy kerültek? Hát azért javulgat, igen. Nekünk például van egy nagyon nagy sztorink édesanyámmal, hogy amikor elváltak apukámtól, a akkor mi az Ács utcába kerültünk, az a Hős utca mellett ilyen katonai szálló. És, és az a katonai szálló egy putri volt, de hát a Hős utca meg mellette az még inkább. Tehát akkor ott jöttek a szipusom minden, és anyám ott a fejébe vette. Ez, volt az okkal, kétszer ki volt Koszovóba is, hogy a telekünkre, a telket, amit én nagyon szeretek, van egy telke ott, ö, építeni egy házat. És ez a ház ez most épült fel. 14 év volt, hogy egy, egy ilyen kis házoda a telekre elkészült, de most már sikerült és szerencsére ezzel együtt, ami nekem akkor nagy álom volt, és akkor nem tudtuk megvalósítani, de most már például a telekre kitok menni, van ott egy ház, azért nagyon nagy élmény nekünk. S ebbe az, az házépítésbe ön segített be? Segítek azért ott, ahol tudok, és ez, ez is tök jó. De most Bár... például azt, mondom, azt mondom például, bocsánat, hogy a kerítést megcsálni, meg a lefest, meg a teraszt hozzárakni, és akkor ezek már nem problémák, és ez borzasztó jó még Meg a legnagyobb az anyagi biztonságban az a, az a veszély esetén a biztonság. Tehát bármi történik, akkor nem leszek kiszolgáltatott helyzetben. Most, hogy ez meg így megnövekedett azért ö, olyan szinten, hogy ö, hát ezek már olyan összegek igazából, hogy nem is nagyon találnék már impulzust abba, hogy ezt elköv. Max a szerencse vagy valami végtelen pénznyelőbe ö, találnám meg az én élvezetemet, hát akkor biztos, hogy, hogy el tudom kötni. Egyébként ez nekem olyan mennyiségű pénz, nyilván meg se közelíteni az igazi gazdagokat, de már nekem is az annyi, hogy én ezt nem tudom már mire költeni. Vettem drága gitárokat, drága ruhákat, cipőket, és ezen kívül meg ugye az általános életviteli színvonalat fenntartom. Szerintem ez itt tök jó működik. Valaki tanítgatja, vagy tanítgatta önt, hogy hogyan kell bánni ennyi pénzzel? Bazsi is mondta, meg Krisa is mondta a menedzsmentben, inkább ők... A két menedzsen. Ők mondták nekem, hogy hogy mit kéne, hogy van az állampapír, meg akkor lakás, hogy akkor az biztos pontot fog nyújtani az életben, meg ilyen általános egyébként tök jó és megfogadandó tanácsokat. Így a saját magam elefántson tornyának a kényelmében azért meg tud változni a pénzhez való viszony. Ez mit jelent? Hát, hogy van ennyi, vagy eddig úgy éltem az életem, az, hogy ennyi, és ebből kell kijönni. Most meg van annyi, Többet engedhetek meg magamnak, mint amit tettem ezelőtt és Mi a legnagyobb luxusa? Hát a legnagyobb luxus, ez, 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 biztos, hogy az anyagi szabadság, az, hogy, hogy tényleg ott van az a tudat, hogy hát, hogyha akarnám, akkor én most például kimennék Kínába, vagy valami ilyesmi, de hogy ez a tudat, ha rosszul lesz valamelyik családtagom, nem kell aggódni azon, hogy ebben a egészségügyi ellátásban kell részesülnie, hanem el tudom vinni egy jobb helyre, hát, tudom, hogy megfelelő kezelés és figyelmet fog kapni, mert megvannak a körülmények. Ezek tök jó dolgok. Szerintem ez a legnagyobb kincse, meg ez a, fel, ez, a, ez a, ez a szabadságérzet. Tehát ez, 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 ez semmihez sem fogható. Tényleg ugye a pénz önmagában nem tényleges boldogság, mert addig tart, ameddig az új pénz által megvett tárgynak az impulzusa tart. veszek egy jó gitárt, az jó sokáig eltart, vagy egy hétig, két hétig. veszek egy új kocsit, hát akkor az egy hónapig jó, de mindegyik ez elfog múlni, és mindig kelleni fog valami új. Tehát ez nem a tényleges boldogságnak a kulcsa, de az a megnyugvás érzés, ez a harmónia, hogy a pénzed lapulott valahol, tehát félre van rakva egy olyan mennyiség, és akkor emellett meg még lehet költeni azt tök nagy szabadság, de hogy ott van egy olyan mennyiség, hogy bármi baj van, akkor az már jó és már biztonságot ad az életbe. Adnak még önnek életvezetési tanácsokat, ha egyáltalán lehet még adni ilyen tanácsokat egy 22 éves sztárnak? Persze, az anyámtól kapom mindig. A óvják, mitől óvják? Hát biztos attól, hogy hallották ezt a zenész életet, hogy drogos lesz mindenki, meg ilyenek, talán ettől egy családiágról félhetnek. De ez nem kezdte ki önt, ugye? Hát nem, 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 nem. Abszolút nem, nem. kellett a droga ahhoz, hogy ilyen színvonalú előadó legyen? A szintetikák tekintetében én nem, nem, abban már látom ugye a felelősséget, meg a, tényleg az, az nagyon rossz tud lenni. Én nekem nincsen saj, szerencsére saját bőrömön tapasztalatom erről, de de tudom, a, például a PIA is már ilyen. Tehát a PIA is egy, szint, egy valamilyen szintű ilyen kemény drognak mondható, és ott is azért, hogyha már nem egy nap megkívánja az ember a sört, akkor is, ha nincsen buli, az azért már egy vészjósló dolog. És akkor vissza kell menni. Ha már van egy igény erre, nem az, hogy jól esik, hanem már, már, legyen vége a munkának, lehessen kivontni a sört, az már rossz irány. Na és akkor, ő, és káros. De akkor tudja, hogy mi a mérték. A mértéket természetesen ő, ő próbálom tartani, de én nem gondolom, hogy ő hogy ez végletekig mehetne. Akkor itt és most pár másodperces szünetet iktatunk a beszélgetésbe, addig támogatóink rövid üzenetei következnek, aztán folytatjuk az Ariával. Gri energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri az otthon Fedezze fel a világ szépségeit földközi és karib-tengeri, valamint izlandi és norvégiai hajós útjainkon is. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Azaria a Friderikus Podcast mai vendége, folytatjuk a beszélgetést vele. Mégpedig a következőkben én arról beszélgetnék, hogy mennyi ön és mennyi menedzsmentje a komplet Azaria jelenségben. Tudom, hogy van kiadója, menedzsere, PR csapata, de közülük bármelyik is uralkodik ön felett? Amikor valamit közösen meg kell beszélni, akkor leülünk, megbeszéljük, ha valami nagyon nem adja, akkor gerék el mondják mondjuk ötször, hogy biztos-e, biztos-e, elmondják minden prót, kontrát, és mérlegre tesszük a dolgot. De hogyha én minden negatívum ellenére is azt mondom, hogy de én ezt nagyon szeretném, mert nekem ez ennyire fontos, akkor, akkor ezt is megcsinálják, és ez borzasztó jó. Nem érdemes erőszakosan valamit ráöltetni egy előadóra, ami nem működik, vagy nem akarja, nem érzi komfortosan benne magát. Zenei egész szövegeit tekintve is bátran megléphet bármit, amit szeretne. Ennek útjába soha nem áll kiadói, menedzseri önkény vagy óvatoskodás? Mikor először találkoztam a menedzsmenttel, a gerékkel, és még nem szerződtünk le, a geri első tanácsa az volt, hogy ne angolul jaj, mert megpróbálták sokan Magyarországon is, inkább magyar-magyar. És akkor hát egyik oldalon igaza lett, mert magyar slágerek, de mellette meg valahogy sikerült így így népszerűsíteni ezt a dupla nyelves megoldást. Ezt hogy a... mondják, ez ez a honlis? Ugye hunglis, tehát igen. amely tartalmaz magyar és angol szavakat, mondatokat egyaránt. Igen. Ez mennyire eredeti, mennyire saját találmány, vagy valaki így vagy úgy, de már korábban is kitalálták ezt, és ön ezt csak rendszeresen kikölcsönzi, mert hogy dalaiban nagyon gyakran a két nyelvűség tetten érhető. Hát angolul kezdtem el a szöveget, aztán én magyar és valamikor most már úgy van, hogy ami jön éppen abban a pillanatban. A Formuz volt az első ilyen mixelt nyelvű zene. Féltem, hogy mi lesz a fogadtatása, és valamiért az úgy átment, hogy az nagyon nagy löketet abba, hogy igazából nem érdemes ezzel foglalkozni. Na most, hogy hallgatom a világzenéket, például Afrikából, nagyon sok például a Franciaországban élő bevándorló nyomja az afrikai zenéket, úgyhogy mellé franciául is énekel egy zenébe, és ezek ilyen 90-es, 80-as évek, tehát abszolút nem egy új keletű dolog, de Magyarországon nem nagyon láttam olyat, hogy még ez működött volna, hogy örülök, hogy, hogy ez nálam bejött. Melyik nyelven tartja a jobb szövegírónak magát, angolul vagy magyarul? Talán magyarban van az, hogy magyarul, magyar nyelven sikerült egy saját stílust hozni, amit, amit úgy észlelek, hogyha ilyen magánjellegű szövegeket énekel tőlem valaki, az hogy hülyén hangzik picit más szájából és azt gondolom, hogy ez adja meg az ízét annak a dolognak, hogy valami jó dolgot sikerült csinálni, amikor hogy furán hangzik más szájából az a szöveg, amit én mondok. Inkább magyarba. röviden. Mm, angolul egyébként nagyon is módszeresen tanult, tehát mondjuk tanárnál, vagy autodidakta módon sajátított el? Sorozatokból, YouTube videókból néztem angolul, nem értettem, nagyon zavart, hogy nem értem, és akkor ez így fokozatosan néztem a fordítóba. Már amire angol órák voltak általános iskolában, addigra már tudtam azokat az anyagokat. Szövegeire visszatérve helyenként a géppuska ropogás szaporaságával peregnek a szövegei, és ha a videói nem lennének olykor feliratozva, vagy nem lennének elérhetők írásban is, ezek a szövegek bizony nagyon nehezen lehetne követni és értelmezni őket. Miközben ezeknek az azariás szövegeknek egyik nagy erénye, legalábbis szerintem, hogy messze meghaladják a hagyományos poprók szövegek többnyire igen szűk tartalmi kereteit. De nem tart -e attól, hogy a jól pergő szövegek végül csak a ritmuszekció egyik elemévé fokozódnak le. Volt olyan, hogy megírtam a szöveget, felvettem, elaludtam másnap felkeltem, és én is néztem, hogy Hú, ki kell még bogozni, hogy mit mondtam, mert hogy nem olvasom, igen, volt olyan, hogy én se értettem. Értem ezt a problémát, de azért így igyekszem értem, érthetővé csinálni az zenéket. Sokszor van, hogy elúszik mondjuk a mixbe, hogy van valami olyan zongora, ami azon a frekvencián szól, hogy pont, hogy a más hangzók nem jönnek ki, és ez kicsit lenyomja, ezekre kell figyelni igazából. De akkor ez nem is annyira fontos? Szerintem főleg magyar hallgatóközönségnél egyébként pont, hogy a szöveg az fontos. Szerintem tényleg van helyezve, amikor valaki azonosul itt egy szöveggel, azt így nagyon magáénak érzi. Ebből szereti meg, úgyhogy én örülök, én, én hogy ez így megvan, de nekem az elsődleges az a hangzásvilág. A szöveg az ugye arra jó, hogy, hogy még egy réteget rakjon a zenei élményre. Tehát amikor csak hangok vannak, az is üzenhet, az is üzen valamit, abban is vannak érzések, abban is vannak történetek történések, de nem annyira egyértelmű és könnyen fogyasztható egy hangszernek a sírását idézőjelben is ö, értelmezni, mint amennyire egy szöveget, ami mondjuk szomorú. De, én de, azt, de gondol, azt mondja, hogy jól értem most, hogy mégiscsak a zene a fontosabb. Jó, hogy van szöveg is, Igen. de alapvetően nem az határozza meg az adott dalt. Nem, szerintem a szöveg az mondjuk harmadik szintű fontossággal bír. Uh -huh. Tehát De... nem is fontos, hogy akkor az üzenet átmenjen a hallgatóságának? Átmegy, átmegy, ha nem. Nem, nem csak a külföldi vagy mixált nyelvű zenéimre reagálnak külföldiek, mint például ezek a most nagyon sok afrikai, meg, meg brit arcok, hanem teljesen magyar zenékre is, és, és abszolút átjön nekik, anélkül, hogy a szót is megértenének belőle. Azt ugye tudni lehet, hogy a művészeti alkotások egy része manapság már nem magányos alkotók terméke, hanem a könnyű műfajban is alkotói tímek munkája, amelyekben ilyen részfeladatokra specializálódott szakemberek vannak, újabban pedig már az alkotásban, mint szélesebb körben igénybe vehető a mesterséges intelligencia. Ön hogy látja a saját tevékenységét? A klasszikus alkotók egyik utolsó mohikánja lenne ön, tehát aki mindig is a saját kultfőből dolgozik, vagy már az új korszak úttörője? A, arra irányul a kérdés, hogy ait használok-e a zenémbe, akkor azt tudom mondani, hogy uh, mesterséges, intelligencia. mesterséges intelligencia, igen. De ezt ugye, igen. Szerintem AI, rövidítetjük így AI, és akkor talán egyszerűbb, nekem így áll a számra. Még nem használtam, de most már fogom. De ezt kis fejtem pontosabban, hogy ez mit jelent, mert az AI-val szemben van egyrészt egy ilyen nagyon disztópikus jövőkép az emberekbe, vannak kutatások, amik egyszerűen, ez egy, ez egy nagyon nagy, sok réteget lefedő ö, találmány, vagy ami már régóta van, és most így rászabadították a szabad felhasználókra, meg az emberekre. Szerintem az ai a legnagyobb hátrány, ami már most is van, az általános bizalmatlanság az emberekbe videókkal YouTube videókkal, filmekkel ő, Oroszországban propagandát használják ezeket a deepfake-es már. Így hogy fölveszik az ön arcát, fölveszik Igen. a hangmintát, és abból előállítanak egy olyan adott esetben monológot vagy interjút, amit életében nem mondott, és mégis úgy tűnik, hogy ön mondta, és Igen. ebben semmi Igen. fajta bizonytalanság nincsen. Éveken belül az lesz, hogy már az ember nem fog tudni elhinni semmit, amit lát, mert annyira valósághű, annyira realista ezek a videók, ezek a képek, ezek az arcok, ahogy lemintázza az erősebb vasak, meg az erősebb gépek. Hogy az lesz, hogy nem nem fogja tudni az ember elhinni, meg rengeteg munkát el fog venni azért ez a képszerkesztés, nem meg ilyenek, de, Na de Azért kérdeztem, vaszta. hogy az ön műfajában, hogy azt mondja, még nem alkalmaz ilyen intelligens technikát, de fog, Igen. amivel ezek szerint képes lesz megkönnyíteni vagy gyorsítani az zeneszerzést, hangszerelés hangszerrel Abszolút. Mondok egy példát erre, van a Sint Plant 2 nevű ö szintetizátor plugin. Tehát lehet játszani rajta. Ez már a második kiadás, ami jött egy olyan frissítés, hogy az mesterséges intelligencia egy szempőlből, tehát egy hangból, mondjuk egy, ö, egy hegedű vonásból, csinál, legenerál másodpercek alatt 30 hasonló hangot. És ezt a zaj az AI megcsinálhat, ahelyett, hogy nekem kéne tekergetni. Na, a de az a kérdés, hogy ön szerint hol van az a határ, hogy az intelligens technikai segédlettel elkészült zeneszámról még azt mondhatja az ember, hogy az a szerző szuverén alkotása? Ameddig teljes hatalma van az alkotónak a zene felett addig van ez a szabadság. Ha ebbe az AI segítkezik azért, hogy ezt a hangot módosítja egy, egy testesebbre, vagy egy olyanra, amit én jobban szeretnék, attól függetlenül én azzal az AI által generált hanggal ugyanúgy azt fogom csinálni, hogy berakom, itt megvágom, nekem megvan a hatalom, hogy azt módosítsam. Onnantól veszik el az alkotó szuverenitása a zene felett. Ha például a keverést vagy a mixinget megcsináltatja ezzel a, vagy ha a szöveget megíratja magával, vagy írja egy ilyen fajta zenét kedves AI nekem, vagy flu Találki talál ki, az szerintem már olyan pontok, amik elveszik az, az alkotónak a saját. De ez meg igen, nehezen lehet majd megmondani később, hogy ez hogy alakul ki. De szerintem ez a góc pont, ez a választópont. Ameddig eszközként funkcionál az AI, és nem a célt valósítja meg, hanem csak szolgál arra, hogy a folyamatban egy dolgot, vagy ezt meg ezt úgy meg lehessen csinálni, addig szerintem ez egy feljáték. Attól nem kell tartani, mert azt mondja, hogy ön is fogja a jövőben alkalmazni ezen a szinten a mesterséges intelligenciát, hogy önre fog ragadni, hogy tulajdonképpen Azaria már nem is Azaria? Én ezt igazából megkaptam már, hogy a nai vajtságzeneket már voltak. Most én elmondtam a magam részét, hogy én mi az, amit ebből hasznosnak tartok. Talán tudtam egy kicsi átláthatóságot adni azzal kapcsolatosan, hogy hogy vannak ezek a mindent megcsinálóaik, meg vannak az eszközhozás segítőaik, és ezekkel szerintem nincsen probléma, mert zenét nem fog tudni csinálni az embernek, csak lehetőségeket ad, amiből zenét lehet csinálni. Azzal például kell számolni, hogy eljön a nap, amikor a mesterséges intelligencia képes lehet akár népszerűbb számot piacra dobni, mint teszem azt Azaria? Abszolút, ez, hát ez benne van. De az országokon belül kell erre törvényeket hozni. Szerintem már elkezdték, de még ők se tudják, hogy ez pontosan hogy fog kinézni. És erről a film. itt közben, van egy notesz, amit kitett közben. Van, persze, de ezt most csak így el vagyok vele. Ezek, Ezek össze... a gondolatai? Olyan gondolatokat írtam össze, amik ilyen általánosak. Tehát én is Aha. akartam, hogy improvizatív maradjon, de például itt az airól van pár dolog összeírva, amit így amit kitaláltam. Feltűnő, hogy az ön közéleti vénája is a zenészek átlagánál sokkal erőteljesebb. Ennek bizonyítéka volt, hogy februárban a youtuberek berek nagygyűlésén ön is felszólalt, még ha nem is személyesen, hanem videózenet formájában, ő éppen nem tartózkodott itthon, és ott is ö, elég erőteljes bírálatának adott hangot, például az ott elmondott szövegét ö, egymaga írta? Persze. Igen. Yeah. Ez mondjuk, ez úgy nézett ki, ez a megmozdulás, hogy az egész kegyelmű ügybotrány akkor történt, amikor én nem voltam otthon Zsolti barátomért, most vár Zsolti, hogy, meg, hogy ezt van ez az egész, és hogy adom-e a nevemet hozzá, mondom, persze, abszolút én ott vagyok de ha már van ez, akkor én nagyon szívesen a felszólalók között is mondok egy beszédet így videóüzenetbe. És akkor utána mentem, egy két napon keresztül így le, és abból állt össze egy ilyen kép, felvettem háromszor, harmadikra sikerült, egy, egy snitbe elmondani, hogy ne legyen megvágva, meg ilyenek és aztán azt lejátszottuk. A kamuflás színű lemeze megjelenésekor valami olyasmit hangoztatott, hogy akkor fog megérni zenészként, ha nem csak az érzéseiről, hanem társadalmi és értékrendbeli kérdésekről is ír majd dalokat. A Formúz 2 viszont már erős rendszerkritika is tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy elkezdte érteni a közéletet, vagy a saját videós múltjából maradt még valami a közeleti témák iránti érzékenységéből? Hát az biztos, hogy megmaradt mondjuk a YouTube videózásból, ami volt, de én ezt is szeretném nagyon csinálni. Mert de ez is belőlem fog, ez is egy belső érzés, ez is egy személyes érzés, csak több embert érint, mint az én szerelmi bánatom. De igen, tehát olvasom a cikkeket, nézem az híreket, igyekszem azért résen lenni, meg értesülni minden fontos dologra, ami történik. Idézem önt egy interjúból, ez a világ a tudatos népbutításról, a tömegmanipulációról és a propagandáról szól, ami engem rettentően zavar. Nem éleződik ki arra, hogy lopnak, hogy álszentek, és itt még rengeteg jelzőt mondhatnék. Ezek majd külön zenék lehetnek. Na most miért érzi azt, hogy zenészként foglalkoznia kell azzal is, hogy milyen országban él és milyen ebben az országban a politikai kultúra, mondjuk? Ezt éreztem magamban, mondtam, én 16 évesen. Nyilván azzal a párhuzamba tart, hogy mennyi a rálátásom, próbáltam olyan viszonylatban megszólalni ilyen témákról. De ez egy, ezt egy ügyemnek érzem. Én tudom azt, hogy mi nem például jobban, ahhoz, ahhoz igyekszem elmondani, de még azt egy kihangsúlyoznám, hogy tényleg a zenekészítés az elsődleges, tehát én úgy szólok hozzá a közügyekhez, ha az égető, vagy ami a meggyőződésem. Idézném egy másik interjúból önt. Azt mondja, hogy szokás a hazai állapotokra diktatúrát kiáltani, de ez nem igaz, mert a kormánykritikus hangok is megélhetnek, koncertezhetnek. Nincs az, mint Oroszországban, itt nem a terroreszközeivel manipulálnak, hanem plakátokkal. Lehallgatások mondjuk itt is vannak, amióta kiraktam a Formuc-2-t, csak toron böngészek és elrejtem VPN-emet. Kajak, bennem van ez a para. Ön szerint mitől kell tartani ma Magyarországon? Minden viszonyítás kérdése, mihez méri az ember. A, tehát mondjuk vannak referencia országok, amiket lehet nézni Észak- vagy Nyugat-Európában, nyilván azért annak is megvan a hátulütője, meg van egy tonnányi propaganda, ami árad erről a nyugat ö, dologról, például, hogy egy kereszteződésben megállunk. És a nagy baloldali szolgák, akik a bizonyos esetben, ha kell, akkor úgy kell mutatni őket, hogy ilyen erőtlen, ficánkoló ö, semkik, de ha meg úgy kell mutatni, akkor ők kap nyugat európáka nagy hatalom, ami a Magyarországot bekebelezi. Tehát van ja egy most a Fonder ül középen egy fotelban, és jobbról is, meg balról is két-két ellenzéki politikus veszi körbe őket. Igen, Erre igen, Utal? Csak, hogy, és igen, és akkor, és akkor hat plakát kint a kereszteződésben, ahol nem különböző szögeket vesznek figyelme, hogy hat helyről nézze az ember a, a dolgokat. De ez borzasztó nívótlan egy politikát. Ez, ez inflálja el a politikát ezért nem akarnak az emberek foglalkozni vele, mert egyszerűen méltatlannak érzik egy ilyen világban. Én se akarom nézni ezt a sok közpénzben, ezt a sok arcot, de színvonal. És, és, és borzasztó elszomorító, hogy, ez, hogy ezen a szinten működik az ország. Egyszer kritikusan bevágta az egyik dala elejére Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgató jogfejtését a közvélemény médián keresztüli uralásáról, amire a politikus vissza is szólt önnek. Foglalkoztatják például az ilyen reakciók? Engem azt foglalkoztatna a legjobban, hogy mondjuk a kegyelmi ügy elszámolásával a Fidesznek lenne valami válasza, az, ez egy fokkal szerintem előre vezető, meg hasznosabb lenne, amit a mai napig nem csináltak, úgyhogy nincsen így pont a végén. Ez volt ez a Novák Katalinos lemondás videó, igazából De a Varga Judit, teki. mint igazságügyi miniszter, szintén yeah. lemondott. Meg a Balogh Zoltán is végül, vagy nem tudom. Ezek fontosabb elszámolandó dolgok lennének, mint hogy az Orbán Balázs reagál arra, hogy bele lett, bele lett rakva ebbe a zenébe. Hogy reagált, milyen reakció volt? Az emlékszem, hogy azt mondta, hogy hát, lehetne a, a, az Azariának a szövegértése bajok vannak, inkább maradjon a zenénél. Most ez mit jelent? Semmit. Amikor kifejezte ebbéli véleményét, mert hangot adott ennek, ha nem is így korábban is, nyomban beizzottak a karaktergyilkolászási generátorok. Erre ön hogyan rezonált? Annyit talán nem titok, hogy elmondom, nem mondom el név szerint, hogy melyik, de egy nagy-nagy-nagy szponzorációt vesztettünk el azért. De nagyon súlyin csinálták, mert nem visszamondták a szerződést, mert én az influencer tüntetésen felépek, és hát ez kicsit kellemetlen, hanem módosították a szerződést olyanra, hogy én közéleti dolgokban nem nyilvánultok meg, ameddig ez a kampány tart. És akkor így elvesztettünk egy, egy mert egy üzleti... A, ebbe maga nem ment bele. Mert hát ebbe abszolút. De ebben ezt már erék úgy hívtak fel, hogy, hogy nem mondták vissza, de mi visszafogjuk, mert, mert nekik is az értékrendjükben, ez felettébb van, hogy megszólaltok ha mondjuk valakivel vitatkozni, akar. Hát ez milyen dolog azért alapból. Na éppen ezért azt akarom megkérdezni, hogy mennyire érzi magát sebezhetetlennek ezzel a sok százezres rajongó tömeggel a háta mögött? Ez a fő támasz. Az emberek. Független vagyok, és tudok annyira bátor lenni, amilyen lennék alapból, tehát hogy nincs megkötés de lehet, hogy nem fognak a saját követőim se egyetérteni velem, ilyen is volt. Tehát annyira megosztó, meg annyira széles, hogy ez nem egy bázis, ez egy nagy, 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 nagy kör, akik szeretik az enémet, és amúgy meg ezt vallják, vagy amúgy arra szavaznak, meg ilyen hasonló dolgok. Tehát az, hogy én ki vagyok mellette, az egyet nem annyira széles körnek tetszik, mint amennyi embernek az eném tetszik. De ez nem érdekli, azt mondja. Hát nem, nem szabad, hogy érdekel. Sokak előítélete szerint, és ebben valamelyest én is beletartozom, a mai 20 éves generációk apolitikusak, és a politikát az idősebbek értelmetlen játszóterének tekintik, bár mostanában, mintha látszódna néhány üdítő cáfolat. Mit gondol, hogy elindult valami közéleti élénkülés az önkorosztály soraiban? El azt érzem. Azt érzem, elindult, és, és pont a mostani időkben beérett egy generáció, aki ugye hallgatta a szülői oldalon, meg mindenhonnan, hogy mi történik, és lassan, de biztosan el kell kezdeni azt, hogy ez az új generáció a saját kezébe veszi a közügyeket, a politikát, és, és csinál valami új, valami új dolgot mondjuk van egy nem tudom, valamilyen interjú a Youtube-on, erről a Magyar Péter által szedett tüntetésről, és velem egy idősök, 17-18 évesek, építőjelegű, fontos dolgokat tudnak megfogalmazni az ország sorsára, tehát így de azért nagyon nehéz, fő, ha suliba ezt nagyon nem preferálják, suliba tilos politikára beszélni, családdal általában szembe kell szegülni azért, hogy tudjad a 17-8 éves tinédzserek politikai identitását érvényesíteni azért, az még nem egy kifejlett dolog, de már így is annyira átlátnak emberek dolgokat, hogy ezt egészen üdítő látni. Önnek van-e valamilyen magyarázata magyar Péter berobbanásának különleges okára vagy okaira? Olyan szinten hevült volt az állapot az emberekben. Egyszerűen az is egy izgalmas dolog, hogy a Fideszből kiválik valaki, mert erre még nem nagyon volt példa. Ez a lemondatás is egy gyengeség mutatása volt szerintem a kormány részéről a novákat, meg a vargóit lemondatása. Azért nagyon sok ügyet, egy kaleta ügyet, hasonló dolgokat, szájerügyet ügyet elsúnyogtak úgy, hogy mindenki tudta, de hát nem reagáltak rá sem, hogy ment tovább az élet. Személy szerint nem voltam tüntetésen, de azért az ott nyilatkozó embereket kortól függetlenül meg kell nézni. Nagyon sok ember van, aki már elzárkózott a politikától évek óta, mert mert nem akar benne részt venni, mert ezének tartja. Reménytelennek. És akkor van egy ilyen, aki egy olyan csávó, aki mit beszél, az elvek alapján működik, azt a hatást kelti, nem diagramok alapján, nem mérések alapján, ez is már egy. Tehát már az elvisékon tud egy olyan meggyőzőst adni, hogy rengeteg olyan ember, aki vagy kiábrándult Fidesz szavazó, vagy olyan ellenzéki, aki a mai ellenzéki világban nem tudta a saját helyét megtalálni, az most így kimegy az utcára, és ha megkérdezik, akkor értelmesen tudja mondani, hogy miért támogat, mit akar, mitől tart. Nem droidokat lát az ember, akik szektához vannak bekötve. Szereplő emberként lát valami titkot, esetleg mesterfogást, aminek, amivel Magyar Péternek sikerült megszerezni a közfigyelmet, és sokak esetében a rokon szenved? Ez jókor, jó időben, és az elmondott dolog, tehát az elhangzó dolog az, ami az embereket reményel tölti el. Na de bár beszélek. Magyar Péter sem ígér mást, vagy többet, mint amit sok elődje az ellenzékből már évek óta folyamatosan mondott, de ami másnál mindez ideig hatástalan, vagy kevéssé hatásos volt, nála robban. Erre mi a magyarázata? Egy egy öntetű Fidesz és DK kritika érkezik a Magyar Péter részéről mondjuk egy ilyen beszédben. Azért ezt nem nagyon próbálták mint meg ellenzéki oldalról. És azért az, hogy szerintem, hogyha valaki két oldalról kapja a Dékes, a Fidesz részéről kapja a propagandát és a mocskódást, onnan tudja, hogy jó úton jár. Egy népszerű színész Nagy Ervin teljes melszélességgel kiállt Magyar Péter mellett. Ugye. El tudna képzelni olyan politikai közéleti ügyet, amit képes lenne ön is hasonló intenzitással akár hónapokon, éveken át pártolni? hogy ez a társadalmi tudatom, ami bennem van, az azt érezném, hogy ezt követeli meg, és ez a jó út, akkor csinálnám, de de úgy, abban a formában, például a Nagy csinálja, úgy nem. Nekem, mint előadónak, zenésznek nem szabad minden egyes platformon, minden áron, minden nap a politikát nyomni az embere fejében, nem ez a hivatásom. Ezért is, ezzel is inflálom az én megnyilvánulásomnak a súlyát. Ha csak tényleg ahhoz fűzök hozzá gondolatot, ami, mint ez a kegyelmi ügy, vagy bármi, ami, oké, okay, politikai jellegű, de akár még annál is magasabb vagy annál is fontosabb ügy, azokra szeretném ezt korlátozni. Beszéljünk végül a nyolc nap múlva kezdődő kezdődő koncertsorozatáról. Hogyan készül a közelgő Puskás stadionbeli három koncertjére? Hány hetes próbálőzi meg például ezeket a koncerteket? Április óta próbálunk heti kétszer. Csak kétszer? Nem is olyan sok ez? Annyira működik no, a dolog? Valaki már ezt is sokkal a Tényleg? Igen. Otthon például egy magában is próbáltad a dalokat? Most kezdtem el. Most kezdtem el, hogy a hangom be legyen járatva, nem sokat énekeltem mostanában, meg, meg gyakorlat, gyakorlat, ne fáradjon el, olyan, olyan helyről képezze meg ilyenek. De most a munka folyamat rész, például volt egy nap, amikor tök sok mindent megcsináltam, ez olyan, hogy beszélni a ruhással, hogy akkor melyik embernek milyen ruha legyen, beszélni a fényessel. Most például küldtem egy olyan videót a menedzsmenten egy nagyon jó barátomnak, aki csinálja majd a CO-t, meg a tüzet a koncerten, hogy így megy a zene, és akkor így, így mutatom a videón, hogy majd hogy nyomja a zenében, milyen másodpercben, hogy jöjjön az a füst, meg hogy jöjjön az a tűz, és ugye elmutogatom a teraszon Én is. Ezeket jön. mind maga tervezi. Én azt hittem, hogy ezt, ezt egy hatalmas stáb kitalálja, koreografálja, és aztán kivitelezte. Alapvetően ez van, tehát hogy például van a timecode, amit most fogunk használni először, amikor le van programozva a zenében, hogy mikor jön az a tűzjáték, játék, vagy valami. Eddig mindig manuálisan jött valaki, és így nyomta, de hát nekem olyan élményeim voltak tavaly nyáról hogy ezt inkább én saját megfontolásból akartam a kezembe venni, mert volt, hogy nem olyan helyen volt a tűz, nem olyan volt a CO, nem jött át a hatás. És rájöttem arra, hogy ez egy tök fontos pszichológiai jelenség, hogy amikor üt a zene, akkor legyen egy nagy fújás az, az embereknek annál nagyobb impulzus. Ez jó helyen kell, hogy legyen, és ez csak én tudom, hogy hol van jó helyem az én zeném. Általában mennyi részgul közönség előtt fellépve? A nagyobb bulikon azért igen, ennél szerintem biztosan fogok. Ez, ez mindennél, minden eddiginél másabb. És a színpadról ön azért nézi, vizsgatja a közönséget, próbál kontaktust teremteni, vagy szó sincs erről, gépjesen énekli a dalokat, és kész. Mm, szoktam nézegetni az embereket, de ha valami komoly ügy van, például hogy mondjuk a park, meg a paplászló is ilyen volt, akkor szemüvegbe így énekeltem, és nem nagyon néztem ki az emberekre. De ezt most tudatosan máshogy akarom csinálni, pont azért, hogy megéljem, pont azért, hogy ott lássam mindenkit, hogy eljött, és akkor adjak nekik valamit. Van ebben segítsége? Tehát valaki mondjuk mentálisan fölkészíti erre, vagy ezt is önmagára bizza? Nincs olyan szakember igazából. Készülünk rá, csapatos túl készülünk. Beszéljük. És színpadra lépés előtt van rituáléja? Lesz egy olyan szoba, ami nem átjáróház, hanem csak arra van, hogy beénekeljünk, és akkor bemegyünk, mint zenekar, valami mantraszerű zenét elkezdünk játszani, és csak így jön folyamatosan a zene. Ez a lényeg. Önálló szobája például van, mint a nagy világsztároknak, tehát önálló öltöző, az föl van díszítve virágokkal, gyümölcsökkel, hmm. pesgőkkel, vagy éppen olyan italal, amit kíván? Hát gyümölcstál van, de ez igazából annyi, mi van beírva a cateringbe, tehát hogy vannak valók, enni, vagy meleg van például. De nincsen különleges kívánsága? Nekem én még gondolkoztam ezzel, hogy mit tudnék különleges kívánság, de hogy nagyon nincsen. <gülöleges> mert attól sztároztál, ezeket, ezeket, hogy az öltözőben ezeket, hogy különleges kívánság kívánsága van. Gumicukrot kér, gumimacit, de hogy az zöldeket válogassak ki belőle nem ilyenek. Igen, ilyeneket, lehet olvasni. Én is ebben a sezonos síkon gondolkoztam, hogy mi lehetne az én hülyeségem, de majd jön. Ön egyelőre magyar sztár, aki azt mondja, hogy világsikerű, ugyan törne, de ma már ez nem feltétlenül szempont az életében. De gondolt-e már arra, hogy ez esetben hol kívánna leginkább élni, akár csak a sztársággal járó praktikusokokból is? Hát én Magyarországon szeretnék élni, mert én azért érezném annak a hiányát, vagy a súlyát, hogyha hogyha semmi magyar nem benne körül, vagy nem érezném, hogy ez más. Utazást azt nagyon megtapasztalni addig, ameddig van hova hazamenni. Ezt az országot az otthonomnak érzem, úgyhogy hát itt szeretnék élni. Meg szerintem ez így is fog maradni. A rekordernek egy korábbi interjúban azt mondta, hogy a zene örökre önnel marad, de az épp futó Azaria projekt öt év alatt kimaxolható. Nekem ez megütötte a szememet talán a Delirium című dalában az utolsó két sort így énekli, mondd azi, mineked az, az, ami már elég. Veretem még öt évig, az sok. Na most ez a szemlélet, ez a hozzáállás meglehetősen tetszetős, tehát szimpatizálok vele, de mire gondol? Arra gondol, hogy öt év elég, hogy mindent el magából, vagy öt évente vágyik majd valami egészen másra? ameddig mondjuk azariaként úgy érzem, hogy szívesen csinálok ilyen zenéket, addig ez megy. De úgy azt érzem, hogy ahogy változok, most már mondjuk az előző két évhez képest, fennáll az esélye azért igen, hogy ez nem egy örök életű dolog, de hogy én a zenétől eltávolodni nem fog. Még ha ez a, amit mondtam, ez a nagy félelem, hogy az ihlet eltűnik, még akkor is a zene az nem fog elveszni soha. Pont ezt akarom csinál. kérdezni, hogy jöhet még bármi, ami majd jobban érdekelheti, mint a zene, a szereplés és az ezzel elérhető népszerűség, illetve ismertség? Nem hiszem. A nem fogja überelni az én életemben. Semmi. Na, az egy jó végszó. Azi. Bocsánat, hogy így kifutott a számon, de ez a Bece nem? Igen, ez teljesen jó, ez korrekt. Na hát jó volt megint találkozni önnel, és örülök, hogy semmilyen értelemben sem részegítette meg a siker, ez a frenetikus siker, amit pedig hát magáinak mondhat, és amihez ehelyről is én gratulálok önnek, és kívánom, hogy szárnyaljon azért mégiscsak egészen a világhírig. Nagyon szépen köszönöm, Sándor. Köszönöm, a Köszönöm szépen. Akik díjazzák ezt a mai beszélgetést is, és megengedhetik maguknak, kérem, támogassák műsorkészítésünket. Ezt a youtubecom a képernyő alatt kisé jobbra található köszönet gomb megnyomásával tehetik meg, de a patreon.com a Fridericus Podcast oldalon a műsorkészítés rendszeres támogatására is kínál lehetőséget, valamint egyéb módon a képernyő alatt a tartalomismertető szövegünk után is találnak leírást, hogy még egyszerűbben járulhassanak hozzá az ilyen és ezt hasonló tartalmak elkészítésére. Támogatásukat előre is, utólag is köszönjük. Mint ahogy hivatalos támogatóinknak is köszönjük a kitartó hozzájárulást, most pár másodpercben ők is elköszönnek. Váltsd a zöld megoldásokat valóra! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! A műsor támogatója a Nissan Magyarországi Forgalmazója, a Grand Automotive Central Kft. Fedezze fel a világ szépségeit az OTP Travel hajós útjain is. Ahogy a mai podcast elején említettem, intenzíven közeledünk az 500 ezredik feliratkozónkhoz, és mivel az év elején, a január 11-i műsorban, amikor még csak 436-437 ezer feliratkozónál tartottunk, megígértem, hogyha elérjük ezt a bűvös 500 ezredik feliratkozást, és természetesen, hogyha lesz rá igény az önök részéről, ismét összehozunk egy önök kérdeznek, én válaszolok jellegű műsort. Számításaink szerint június közepére meg lesz ez a bizonyos félmillió feliratkozónk, és ha a következő napokban, hetekben, június 5-ig önök sok érdekes kérdés beküldenek, amelyek a podcast készítéssel, de velem is kapcsolatosak lehetnek, ez esetben körülbelül június második felében lesz egy ilyen fórum jellegű podcastünk, mint amilyen tehát január 11-én is volt. E-mail címünk, amelyre elküldhetik a lehetőleg minél rövidebben megfogalmazott kérdéseiket, stúdiokukacfriderikusz.hu. És a kérhetem, ugyanazokat a kérdéseket már ne ismételjék meg, amikre a január 11-i podcastben körülbelül 80 perces terjedelemben válaszoltam. Új beszélgetéssel előreláthatólag június 6-án jövök, de addig ajánlom figyelmükbe hatrészes generációs sorozatunkat, amelyben a nézőink által nagyon megkedvelt generációkutató, Steigerwald Christian a generációs kérdéskört a, minden a, szempontból kivesészte. Ez a, kives a, a hatrészes hat sorozat már felkerült felületeinkre, mind a hat rész egyaránt látható a youtube.com-on, a Friderikusz Podcast oldalon, de valakinek úgy egyszerűbb a generációs epizód epizódok megtekinthetők a facebook.com-on, ott is a Friderikus Podcast oldalon. Tudom az önök rengeteg visszajelzéséből, hogy aki megnézte ezt a sorozatot, ott maradt, nem tudta abbahagyni, ezért bátorkodom újra a figyelmükbe ajánlani ezt a generációs mini sorozatunkat. És hogyha végeztek ezzel a sorozattal, illetve ennek mind a hat epizódjával, ott van a YouTube-on is, a Facebookon is nem kevesebb, mint 286 archív anyagom, műsorom, interjúm és riportom egykori televíziós tevékenységem legjavából. Ezeket is kínálom erre a három hétre, amíg újra nem találkozunk.